Úgyhogy kezdjük ott, hogy játék, ki mit csinál, ki mit csinálhat. Tehát aki annyira új a játékban, hogy még nem játszott, vagy most próbálja ki, vagy még nem túl sok ideje, az lehet, hogy nem mindent tud a játékkal kapcsolatban. Mit tudsz csinálni Blood Bowl 2-ben a játékban? Felső értelemszerűen egy campaign, egy egyszemélyes játék, ami végigjátszhatsz ugyan, segít is sok mindenben, segít esetleg megtanulni az alapokat, de nem feltétlenül ad reális képet azzal kapcsolatban, hogy a játékot hogyan játsszák egymással élőben, 1v1-ben az emberek. Úgyhogy szórakoztató, vannak benne jó poénok, vannak benne jó részek, de ezzel mondom, hogy a valóság nem ez, de mindenképpen végig tudod játszani, hogyha szeretnéd. Onnantól kezdve jön, amíg beszéljünk egy másik részről, ami megint csak egy egyszemélyes dolog, ez a challenges. Azt hiszem, hogy ezek a challenge-ek, ezek csak a legendary verzióban vannak. Tehát ha full verziód van meg, akkor van, én azt hiszem. Neked a full verzió van, Hamu? Akkor ezzel nem vagyunk előrébb. Valaki, akinek nem a legendary edition van, az megnézheti, hogy neki is van a challenges, de azt gondolom, hogy lehet, hogy nincs. A challenges az... Szerintem a challengesből egyébként sokkal többet lehet tanulni, mint a campaignből. Challenge-eknél különböző szituációk vannak, összesen 10 darab, ahol különböző helyzeteket kell megoldanod. Ezek olyanok, mint egyszerű puzzle-ok. Itt meg is mutatok szerintem egyet. Csak az alapok miatt. Tehát ez nem egy rendes mérkőzés, nem egy rendes szituáció. Legtöbbször a játék elmondja, hogy mi a feltétel, milyen szituáció van, és mit kell megoldani. Mondjuk ez nagyon egyszerű most. Ugye a feladatod, amit itt kiír, hogy okoz egy trollnak sérülést. És itt felül kidobja, vagy kiírja azt, hogy milyen kockákat fogsz dobni. Tehát ha én vagyok a... traktorra, akkor nyomok egy kockát. Leap! Szia Swifty! Nyomok mondjuk egy blitzet, hogy az egyetlen trallom ott van. Hogyan tudok eljutni oda? Senki másnak nem tudok sérülést okozni. Mit fogok dobni? És akkor kiírja, hogy mit fogok dobni. Tehát 6-ot fogok dobni, 5-öt fogok dobni. Szia Exterion! 4-et fogok dobni, 6-ot fogok dobni, 5-öt, és ezt fogom dobni. Tehát itt nem véletlenszerűen dobok, hanem megadja, hogy mit. És akkor vegyem azt, hogy blitzelni akarok. Tudom, hogy az első dobás 6-os lesz. Második 5-ös lesz. Következő 4-es lesz. Nem sikerült. Oké, tehát ez nem egy jó útvonal. Újra kell kezdeni. És akkor ennyi a dolgod, hogy próbálgatod a challenge-et, hogy megold az adott feltételek alapján. És azt gondolom, ez egészen jó gyakorlás, egészen jó kihívás. A vége felé már egészen nehezek vannak. Sokszor tudod, hogy milyen kockákat fogsz dobni, sőt, mindig tudod, milyen kockákat fogsz dobni, tehát nem véletlenszerűen. Tehát mindig meg kell találnod az adott helyzethez a legjobb megoldást, sőt, legtöbbször csak egy adott megoldás van. Tehát gyakorlatilag kis puzzle-ok. De mondom, nagyon sokat segít abban, hogy megtanulj ilyeneket, hogy hogyan használd a chain push-t, hogyan használj különböző képességeket. Úgyhogy ez nagyon jó ilyen szempontból. No, viszont amikor eljön az idő, hogy játszani szeretnél valakivel, akkor két opciód van. Vagy játszol egy ligában, vagy játszol haverokkal friendly meccset. Ugye a ligában játék az eleve csatlakozott kell egy ligához, mint például a miénk, a Magyar Szuperliga. Ha ide szeretnél csatlakozni, vagy bármelyik más ligához, annyi a teendőd, hogy ugye ráklikkelsz, kiválasztod a csapatod, van egy csapatom, legyen egy másik csapatom, aki nincs éppen ligába, mondjuk. Oké, van egy csapat, aki nincs ligába. Ha egy csapatod van, egy csapatod van, ha több, akkor kiválasztod azt, amelyikkel szeretnél csatlakozni az adott ligához. És itt alul látsz egy ilyen gombot, hogy Join Competition.
Hol mondjuk? Ő már benne van egy ligába, úgyhogy... Menjünk még visszább. Menjünk még visszább, én azt mondom. Csináljunk egy csapatot. Beszéljünk akkor a csapat kreálásról is egy kicsit. Tehát ahhoz, hogy csapatot csinálj, neked a team és league management kell. Ráklikkelsz. Itt vannak az én csapataim. Create a team. Ráklikkelsz. Itt attól függően, hogy melyik verziója van meg a játéknak, kiválaszthatod, hogy melyik fajjal kívánsz játszani. Valamilyen szinten itt az erősségek, illetve a gyengeségei a csapatnak azok igazak, de nem feltétlenül mennék, vagy vonnék le messze menő következtetés se ebből, se abból, hogy milyen skill levelt határoz itt meg. Nagyon sok fajta faj van, vegyünk egy nagyon alapot mondjuk, legyünk emberekkel vagy orkokkal. Legyünk emberekkel. Akkor annyi a dolgunk, hogy áttesz minket a következő page-re, adunk egy csapatnevet, mottót, ha szeretnél, kiválasztasz magadnak egy logót, kiválasztasz adott színsémát, amivel borzasztóan boldog vagy, illetve, ha azt hiszem, ez megint csak a legendary verzióval van, ha szeretnél, kreálhatsz custom csapatot. A custom csapat az azt jelenti, ha ezt kipipálod, hogy gyakorlatilag átalakíthatod a csapatodat minden következmények nélkül. Adhatsz különböző skilleket, különböző szakértelmet a csapat tagjainak, de legtöbb ligában ugye ezt nem engedélyezik. Ennek akkor van értelme, ha valamit ki szeretnél próbálni, és csinálsz egy olyan csapatot, amiben olyan játékosokat akarsz. Mert felmerül benned a kérdés, hogy megéri-e, ha ezt vagy ezt a skillt rárakom egy játékosra, az hogy is néz ki valójában, és akkor ezt kipróbáljátok, vagy egymás közt, vagy a gép ellen. Akkor van ennek szerintem értelme. Akkor elkészítettem a testcsapatot, már van ilyen testcsapat, ki gondolta volna? Testcsapat 212. Na ilyen nincs. Felajánlja, hogy vehetsz egy stadiont, ennek abszolút semmi jelentősége nincs, az, hogy maximum milyen jellegű, vagy milyen fajú szurkolók lesznek a stadionba. Kiválasztod a stadiont, ami tetszik neked. Itt felajánlja azt a játék, hogy előre elkészít neked egy csapatot. Nem kell ezen gondolkodnod, és ő összerakja neked a csapatot, ami szerinte egy jó kezdés. Ha rányomjuk, hogy yes, akkor mondom, elkészíti a csapatot. Én most jelenleg azt mondom, hogy no. Ha azt mondod, hogy nem, akkor saját magadtól kell összeraknod a csapatot, de innentől kezdve jön a gondolkodás. Itt a jobb felső sarokban látod, hogy 1 millió aranyod van. A játékosoknak az árát, a játékosok az értékeit, illetve képességeit rájuk klikkelve meglátod az árukkal együtt. Itt az áruk. Nincs itt az ár egy játékosnak. Hát, ha nincs itt, az se baj. Csak nehezebb úgy vásárolja. De hogyha ráviszed az egeret, akkor kiírja. Itt alul, itt ezen a részen kiírja. Tehát itt 50 ezer, 70 ezer, 70 ezer, 130, 90 ezer. Tehát ebből összeválogatsz magadnak egy csapatot. A csapaton egyébként, amíg nem játszol vele mérkőzést, addig bármikor változtathatsz. Tehát vegyük azt, hogy én vettem valamit, amit vettem, mondjuk vettem egy ilyen játékost. Ja, hogyha magára csak a buy-ra klikkelsz, automatikusan megveszi ezt a játékost, és ad neki egy random nevet. Ha viszont ráklikkelsz a képre, akkor elnevezheted a játékosod. Elnevezheted a játékosod, illetve megváltoztathatod a kinézetét, de mondjuk csak így fejszinten. És akkor megvetted, itt pedig jóvá hagyod a vásárlást. Ha nem akarod, akkor itt cancelozheted. Oké, megvettem. Következő, nem kell aggódni ebben a szituációban, azt mondod, hogy vettem egyet, jóvá hagytam, mi lesz a többivel? Meg tudod venni utólag. És utólag is tudsz ezeken változtatni. Én magam részéről én szeretek gyógyítóval indulni. Megmondom miért.
Azért, mert ha megnézed a csapatot, az előbb láttuk, hogy nekem a legolcsóbb játékosom az 50 000-be kerül az embereknél. A többiek, a dobó, a catcher kerül 70 000-be, egy jogra 130 000-be, még egy blitzer az azt hiszem 90 000-be. Tehát minden játékosom, kivéve a linemeneket, minden játékosom drágább, mint egy gyógyító. Tehát ha, ne adj Isten, én az első meccsen olyan sérülést szenvedek, amit egy játékosom meghal, vagy mínusz, nem tudom, erőt kap, amivel már nagyon nehezen tudja végigjátszani a szezont, tehát valószínűleg ki kell rúgnom, és ez pont egy blitzer, ami 90 000-es, az nekem nagyon fáj, mert 90 000-et után nagyon sokáig tart kitermelni. Sokan úgy vannak vele, hogy jó, inkább megveszem a nagyobb értékű játékosokat, és majd gyógyítót veszek, majd gyógyító csak 50 000. Én pont fordítva vagyok, én biztonsági játékot játszok, én azt mondom, hogy nekem legyen gyógyítom, illetve legyen újra dobásom. Teljesen mindegy, egyelőre berakok hármat. Akkor itt a csapatom. Ennyire futotta. Ráklikkelve itt a team rosterre, ugye látom ezeket, amiket megvettem az előbb. Három darab újradobás, és egy darab gyógyító. Ha akarom, bármikor ráklikkelhetek, és akkor leveszi. Az árát, ahogy látod itt a... Mond? Egy nyert meccs után mennyi pénzt kap az ember? D6-tal dobsz. És hozzáadódik az, hogy mekkora, mennyi szurkolód van. A két edzőnek a szurkoló faktorából összeadódik egy ilyen néző, a nézőszám, és az a nézőszám határozza meg, hogy a dobott számhoz mennyi pluszt kapsz. Tehát eleinte nagy valószínűséggel csak amit dobsz, azt 10 000-re megszorozva. Tehát dobsz egy kettest, akkor kapsz 20 000-et. Max 60 000. Így van. De mondom, később ez, ahogy nő a fan faktorod, annak függvényében, hogy esetleg meccseket nyersz, vagy olyan csapatokkal játszol, akik meccseket nyertek, akinek magas a fan faktora, amiatt is nagyobb a nézőszám, tehát amiatt is nagyobb lehet a bevétel. Viszont ha nyersz meccsen, akkor a meccsen felajánlja a végén, dob neked a gép egy random számot, mondjuk egy 3-ast, 30 000-et kapnál, de felajánlja azt, hogy újra dobhatod. Tehát, hogyha gondolsz, akkor rányomsz az újradobásra, és akkor nem 30 000-et kapsz, hanem amit kidob azt követően, lehet, hogy 10-et. Fanfaktort a legelején tudsz vásárolni, később semmikor. Tehát kezdő csapatnál tudsz fanfaktort venni, ami ugye mondhatjuk azt, hogy befolyásolja majd a egyrészt néhány mérkőzéssel kapcsolatos eseményt befolyásol, illetve a mérkőzés végén a bevételt például. Tehát ha leveszed a gyógyítót, automatikusan látod, hogy 800 000-re visszaugrik a pénzed. Ugyanígy van az újradobásokkal. Én megmondom őszintén, nem szoktam cheerleaderre, illetve assistant coachra költeni, akiknek a jelentőség egyébként a meccsen csak annyi, hogy mindegyes középkezdésnél van egy valamilyen fajta esemény, ami történik. Annál az eseménynél, ha neked van assistant coachod vagy cheerleadered, van lehetőség arra, hogy az pozitívan befolyásolja az eredményt a te oldaladra. De mondom, ez csak akkor és egyébként semmi hatása. Még mondjuk az újradobásnak vagy a gyógyítónak azért a meccs közben is van jelentősége. No, tehát van ez az egy emberünk. Ráklikkelve itt a buy playerre, visszatérünk ugyanerre a screenre, ahol tudjuk tovább folytatni a vásárlást. Ha nem akarjuk elnevezni őket, akkor csak vesszük, 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 amíg a pénzünk tartja, vagy tart. A lényeg az, hogy igen, botont, 2012 test csapatom van. Amíg a pénzed tartja, addig vásárolhatsz. A lényeg az, hogy vannak bizonyos típusok, látod, én venni akarnak még belőle, mert még blitzelt akarok, de minden egyes típusból meg van határozva, hogy mennyit vehetsz maximum. Itt, ha megnézed a team roster, ki is írja, hogy adott játékosból mennyi van, és mennyi lehet maximum. Ogréból, ha akarná, se lehetne több, mint egy. Nekem nulla van. Blitzerből 4 lehetne, van 4. Dobóból 2 lehetne, 1. Tehát már nem tudok több blitzert venni. Elkezdem a pénzem befektetni mindenféle más dologba. A lényeg, hogy 11 játékosod minimum kell, hogy legyen. Úgyhogy veszek még ennyit, maradt 10 000-em. Ha meghagyok bármilyen összeget a végén, a csapat kreálásnál, az nem gond, az nem veszik el.
az megmarad, és ha te úgy döntesz mondjuk, hogy nem indulsz gyógyítóval, de marad 20 ezred, akkor értelemszerűen a következő, vagy az első meccseden már csak 30 ezret kell szerezned, és akkor megvan egy gyógyítóra való. Gondolkozhat valaki így is. Utána jóvá hagyod a vásárlást, és ott a gyönyörű csapatod. Na akkor még egy mi dolog. Helyett mit vásárolnál? Mi helyett? Még egyszer? Az ogrét mire cserélnéd le? Én megmondom őszintén, én nem vennék ogrét. Embercsapatról beszélve, meg alap esetben én nem szeretem a nagy srácokat. Ogrét azért nem veszek én az emberekhez, mert egyrészt én nem szeretem, amikor megbízhatatlanak a játékosok. Én nem szeretek túl sok kockát dobni, szeretem a kockadobást minimalizálni. Én úgy játszok, hogy próbálom a szerencse faktort kiiktatni a játékból, amennyire lehet. Sose fogod tudni, de valamennyire azért tudod kontrollálni. És az ogre az egy pont egy ilyen dolog. Ha megnézed, és akkor beszéljünk a szakértelmekről, és megnézed, 5-ös mozgása van az ogrénak, 5-ös az ereje, 2-es az ügyessége, 9-es a páncélja. Ugye amikor visszamész fentről lefelé, majd ezt fogod látni itt a szélén az ogrénál. Bocsánat. A szakértelmei viszont van egy bonehead. A bonehead tulajdonság azt tudja, hogy te úgy döntesz az ogré, vagy bármit csinálsz, még ha csak mozogsz is, nem kell, hogy üsd az ellenfelet, ha már mozogni akarsz, a kör elején, vagy amikor a mozogni akarsz az ogréval, dob a játék neked, a dobások ugye 1-től 6-ig mennek általában, egy 6 oldalú kockával, dob neked a játék, és ha 1-es dobsz, akkor tök fej lesz az ogre, azt se tudja, hogy hol van, hirtelen összezavarodik, nem tudja, hogy mit kell csinálni, abban a körben nem csinálhat semmit. Én például ez egy olyan változó, amivel én nem szeretek együtt élni a csapatomból, ezért én nagyjából nem is nem szoktam használni az ogrét. Van egy fontos szituáció, kigondolod, mit szeretnél csinálni, az ogre meg azt gondolja, hogy azt sem tudom, hogy hol vagyok. Plusz, van az ogrénak egy másik szakértelme, mintha ez nem lenne elég probléma, ez pedig a loner, ami minden big guy-nak megvan. A loner azt tudja, hogy ő ilyen magának való személyiség, csapatújradobás, ugye a játék során vásárolsz, vagy a játék előtt vásárolsz csapatújradobásokat. Ha bármikor a mérkőzésen van egy dolog, amit szeretnél újradobni, úgy érzed, hogy ez a dobás nem az, amit neked kell, akkor elhasználsz egy újradobást. Az újradobások fél időnként újra termelődnek. Most a Lonernél ő egy olyan magának való személyiség, aki nem biztos, hogy elfogadja ezt az edzői tanácsot, hogy újra kell dobnia a dolgot, hanem ő jó úgy, ahogy van. És erre 50% van. Tehát 4-5-6-tal, amikor újra szeretnél dobatni vele valamit, 4-5-6-tal újra dobja, egyébként meg nem, és olyannyira nem dobja újra, hogy el is megy a rerollod. Tehát teszem azt, dobsz egy olyat, hogy ő maga esik el blokkoláskor, vagy felbukik cselezésnél, és azt mond neki, hogy dobja újra, ő dob egy 2-est, nem dobja újra, viszont el is megy a rerollod. Tehát el is megy a rerollod, és nem is dobja újra. Tehát ez a két skill, a bonehead és a loner olyan negatívum, amit én így nem igazán szeretek. Plusz van egy throw teammate, csapattárs eldobás szakértelme, amit én nagyon szeretek, ha az ember olyan csapattal játszik, hogy fölnyalábolod a kisméretű csapattársadat, akinek stuntinak kell lennie, meg ride staffnak. Bocsánat, ride staff az elég, de ha már valaki ride staff, az stunti lesz automatikusan. A ride staff-al rendelkező csapattársadat felnyalábod és el tudod dobni. Ezzel csapattársadat akár touchdownhoz tudod juttatni, akár olyan pozícióba, ahonnan könnyebben tud segítkezni, blokkolni, teljesen mindegy. Tehát önmagában ez egy jó szakértelem. Embereknél jelen pillanatban a Blood Bowl 2 szabály szerint nincs értelme. Mert senki olyan kis csapattárs nincs, akit el tudnál dobni. Tehát van kettő szakértelme, ami abszolút negatív, van egy, ami értelmetlen, és van neki kettő képesség, ami jó. A Tick Skull az azt tudja, hogy ha őt leütik, akkor és a páncélja törik, akkor sérülésre dob. Ha 8-9-et dob sérülésre két kockával, akkor
lekerül a pályáról, mint elájult játékos, és kikerül a KO-ba. Viszont ha Tixco szakértelme van, és 8-at dob, akkor nem kerül ki a pályára, hanem a pályán marad, és a 8-as eredményt úgy kell kezelni, mint egy stand, tehát csak egy körre marad ki. Ugyanakkor ott van a Mighty Blow, képesség, ugye, ami azt tudja, hogy ha ő leüt valakit, akkor plusz egyet hozzá lehet adni vagy a páncéldobáshoz, vagy a sérülésdobáshoz, attól függően, hogy melyikhez kell. Tehát ez a kettő, ez egy tök jó skill, kettő tök rossz, egy meg értelmetlen. Az értékei nem rosszak, ha azt nézzük egy big guy-hoz képest, 5-öt mozog, ami viszonylag jó big guy-nál, 5-ös az ereje, ami tök jó, 2-es az ügyesség, ami egyáltalán nem rossz, 9-es a páncélja, ami megint csak jó. Tehát magával a statokkal nincs gond, én emiatt a két skill miatt, a bonehead miatt, meg a loner miatt nem használnám. Inkább feltöltöm a csapatot olyan játékosokkal, akik használhatók, vagy bízom magamat inkább rerollra. Én biztos, hogy indítanék, ha emberre játszok, mindenképpen indulok négy darab blitzerrel. Dobóból szerintem egynél többet nem vennék kezdéskor. Catcherből lehet, hogy vennék kettőt. De megmondom őszintén, hogy régen raktam már össze embercsapatot. No, szóval ez a csapatunk. Így néz ki. A képességek ikonjait itt látod. Egy idő után megtanulod, vagy ha nem, akkor sincs gond. A meccsen is bármikor, amikor ráviszed az egeret, akkor fogod látni, hogy az adott képesség miről szól. Leírja, ha nem tudsz angolul, az se gáz. Egy idő után megtanulod. Csak ugye mi annak idején, amikor elkezdtünk a 90-es években Blood Bowl-ozni, volt egy ilyen kis legépelt, fordított, magyarra fordított kis könyvecske, abból nézegettük, tanulgattuk, olvastuk folyamatosan, amikor dobtunk valamit, néztük, hogy mi is a catch, mi is ez a középkezdés event, mindent végignéztünk, és akkor megtanultad. Idők folyamán ugye ezek változhatnak, ezek a dolgok, de az alapszkillek azok mindenképpen maradnak, a régiek. Na, kreáltunk egy csapatot, akkor visszamegyünk oda, ahol voltunk legelőbb. Ezek a tabok, ha létezik már ligád, csináltál ligát, vagy szeretnél csinálni ligát, azt itt megteheted. Most nem beszélünk erről, később, hogyha valakit érdekel, lehet, hogy megnézhetjük. Itt a statokat nézheted, meg azt, hogy mennyi meccset játszottál, mennyit nyertél, mennyit vesztettél. A csapat története, történelme, nézzük meg azt, hogy mik voltak a legutolsó mérkőzéseid. Ami jó a játékban, hogy nem is tudom meddig, szerintem a saját meccseidet akár meddig is, mert elmenti a gépedre, akár meddig is vissza tudod nézni. Tehát belenézed a history-ba, ráklikkálsz a legutóbbi meccsedre, és alul itt látod, hogy watch replay. Arra ráklikkelve, beadja, meg is mutatom mondjuk, beadja, mintha rendesen játszanál egy mérkőzést. Ezek olyan szempontból hasznosak, hogy ha valamikor is valamiért vissza akarod nézni a meccseidet, mondjuk főleg azért, hogy tanuljál, akkor ugye a meccs az úgy megy, hogy tudod léptetni. Tehát a meccs elkezdődik magától, mint ahogy az le lett játszva. A különbség annyi, hogy nincs benne a gondolkodási idő. Tehát ha egy kört mi lejátszottunk 3 perc alatt, az nem lesz 3 perc itt, tehát sokkal gyorsabban. Egy meccset, ha elejétől végig csak vissza akarsz nézni, végig akarsz nézni, az körülbelül 25 perc. Tehát 25 percet végig lehet nézni egy meccset, ha csak így nézed, hogy mi történik. De ha akarod, más megoldás mondjuk nincs benne sajnos, tudod léptetni. És akkor látod, itt oldalt mennek a körök, tudod léptetni, tudod nézni a meccset, vissza tudod nézni. Bármikor meg tudod állítani, bármikor rá tudsz közelíteni, bármikor meg tudod nézni, hogy milyen dobások voltak. Hát ezekből, mondom, ezt simán meg tudod csinálni. Tehát ez a history, és itt mondom, látod az összes meccsedet. Transfers, ott semmi nincs, hogyha adtál, vettél játékosokat. De én még nem csináltam életembe se.
No, akkor innen visszalépünk. Ez volt a team és league management. Akkor akarsz játszani a haverokkal, vagy mondjuk akarsz játszani egy ligában. Vegyük azt, hogy nálunk akarsz játszani. Akkor annyi dolgod van, hogy megkeresed a csapatodat, a testcsapat 212-t, vagy amire éppen nevezted, ne nevezd el 212-nek testcsapatnak, mert olyan már van. És annyi dolgod van, hogy ráklikkelsz erre a Join a League. Itt megkérdezed, hogy miért szeretnél. Szeretnél te saját magadnak egyet, szeretnél egy multiplayert, vagy van ez az Eternal League, ez megint csak azt hiszem, hogy csak a Legendary-vel, a teljes verzióval érhető el. Mondjuk azt, hogy szeretnél játszani a magyar bajnokságban, ráklikkelsz, hogy multiplayer league-ben szeretnél játszani. Akkor itt a jobb oldalon kiírja az összes ligát. Nézd meg, van 5014 oldal, ahol ligákat látsz felsorolva. Az első, vagy első kettő általában a magának a játék kiadójának a hivatalos ligái. Csatlakozhatsz oda is, vagy bárhova, ha haverokkal csináltok egy újat. De vegyük azt, hogy te szeretnél hozzánk csatlakozni. Beírd ezt, hogy magyar. Itt látsz kettőt. Azt is látod, hogy hány csapat van abban a ligában. Hát ebben a magyarban van egy csapat, a magyar szuperligában van 14 csapat. Akkor én szeretnék a magyar szuperligához csatlakozni, nincs más dolgom, mint rányomok, hogy regisztráljak. Már regisztráltam is, a csapatom már a magyar szuperligához tartozik. Természetesen bármikor ott lehet hagyni. Illetve kiválasztom azt, hogy hova szeretnék a magyar szuperligán belül, milyen bajnokságba szeretnék regisztrálni. Mondjuk szeretnék regisztrálni ide, az NB1-be. Rányomok, és regisztráltam. Nyilvánvalóan, hogyha vannak olyan ligák, olyan kupák, olyan bajnokságok, ahova nem tudsz regisztrálni, csak akkor, hogyha van engedélyed. Meg lehet, hogyha csak így beóvatlankodsz valahova, ahova nem hívtak, akkor lehet, hogy ki fognak rúgni. De nem jelenti azt, hogy nem tudsz csatlakozni. Tehát ez a metódusa, hogy hogyan tudsz csatlakozni egy magához egy ligához, és azon belül pedig egy adott bajnokságba. Tehát itt már látjuk, hogy Magyar Szuperligán belől az NB1-ben játszik az én csapatom, vagy oda regisztrált. Innentől kezdve, ha én bármikor egy meccset szeretnék játszani, és elindult ez a bajnokság, annyi dolgom van, hogy megint csak kiválasztom a csapatot, és akkor itt automatikusan megjelenik a következő ellenfelemnek a képe. Tehát automatikusan beadja a következő ellenfél képét, és azt is kiírja alul, hogy ez az ellenfél online vagy offline van. Tehát ha ez a bajnokság elindult már, a magyar első osztály, a magyar bajnokság első osztálya, és megtörtént a sorsolás, következő ellenfelem képét itt látom, valószínűleg megbeszéltük már, hogy mind a ketten 6 órakor ráérünk, fogjuk játszani a meccset. Ide jövünk, látom, hogy online is van. Ha esetleg nem vagyok fönn cseten, mert de miért ne lennék fönn cseten? Cseten megbeszéljük, sőt beszélgetünk is meccs közben. És rányomunk, hogy start meccs. 2 perce van rá mind a kettőnek, hogy elfogadja ezt a mérkőzést. Amennyiben mind a ketten rányomtunk, akkor kezdődik is a meccs, és hajrá. Ha viszont nem egy bajnokságba akarsz játszani, hanem csak egy barátságos mérkőzést, akkor rámész arra, hogy friendly meccs. A friendly match az megint lehet loco, tehát játszhatsz ilyen úgynevezett hot seat-es meccset, vagy játszhatsz online valaki ellen, most Temu-lal ezt fogjuk csinálni. Meg is invitállak. Elindítottad már a játékot, Temu? Persze, fut már. Oké. Meg is vagy. Küldtem is invet. Itt ugye kiválaszthatod a csapataidat, hogy melyik csapattal kívánsz részt venni ezen a mérkőzésen. Ez a mérkőzés egy friendly match lesz. Ez azt jelenti, hogy bármi, amit játszol a csapattal, az a meccs végén elveszik. Tehát ha meghalt két játékosod, gyűjtöttél 100 000 star player pontot, teljesen lényegtelen elveszik. Nyugodtan játszhatsz olyan meccseket, még úgyis játszhatsz így csapatokkal, hogy az adott csapatod mondjuk egy ligában van. Játszol a magyar bajnokság első osztályában, és szeretnél egy gyakorló meccset játszani, mert a következő meccsed a
nem tudom kinek az elfje jelen lesz, úgyhogy szeretnél a jelenlegi csapatoddal, aki a bajnokságban van, egy elf ellen játszani, úgyhogy megkérsz engem, vagy valakit, hogy játsszunk már egy ilyen meccset, gyakorló meccset, és akkor bejövünk ide, és játszunk friendlybe egy gyakorló meccset, hogy gyakorold azt, hogy majd a bajnokságban, amikor a következő ellenfeled játsz az elfek ellen, legyen egy kis tapasztalatod azzal, hogy hogyan is, mint is akarsz védekezni, támadni, vagy ilyesmi. Na, akkor megkeresem a teszteket. A teszt csapatot. Meg is van a teszt csapat. És ha kiválasztottuk mind a ketten, akkor annyi a dolgunk, hogy mind a ketten rányomunk, hogy next. Hemul is rányom, hogy next. Nem leszek az orkokkal. Leszel az orkokkal? Választhatsz egy olyan csapatot is, ami nagyobb team ratinggel szeretne kipróbálni valami magasabb értékű csapatot. Ez volt kész. Megpróbáljuk ezt. Következő screenen kiválaszthatod, hogy milyen stadionban akarjátok a barátságos meccset játszani. Hány perces legyen a meccs? Legyen mondjuk vagy hány percesek legyenek a körök. Illetve megnéz, van egy ilyen, hogy inducements. A concede az azt jelenti, hogy feladod a meccset. Ha hirtelen szól a szomszéd, hogy menjetek át barbecue-zni vagy pörköltet enni, akkor rányomsz a concede és mész a dolgodra. Alapesetben, ha nem nyomsz itt semmit, ha mondjuk mind a ketten ezesek vagyunk, akkor nem kell rányomnunk arra, hogy inducement, hanem csak nyomjuk a meccset, mert tudjuk, hogy nincs különbség. De vegyük azt, hogy van különbség, mint ahogy nincs. Így most a nagyobb team ratingje Hemulnak van, így van lehetősége választani előnyöket és pénzért vásárolni. Van 50 ezred, ha akarsz vásárolhatsz, ha nem, akkor csak nyomj egy dant a jobb alsó sarokban. No, neki 1 millióból van a csapata, nekem 990 ezerből, tehát a különbség az 10 ezer, hogy a játék automatikusan ad nekem 10 ezret, ennyi volt a különbség, plusz még ha akarom a saját 10 ezremet el tudom használni. És itt van a sok jóság, amiből tudok venni bármit is. Gyorsan végszaladunk ezen, ha van annyi időm, majd próbálom belesűríteni 96 másodpercbe. Bloodvisor Babe. Bloodvisor Babe-ek azt tudják, hogy ha kiütik a játékosodat ájultra, akkor nagyobb eséllyel jönnek vissza. Következő középkezdésnél extra training, kapsz egy plusz újradobást a meccsre, mint hogyha egyel több újradobásod lenne, 100 ezer, ahogy a B-bek azok 50 ezrek. Vehetsz varázslót, a varázsló 2 darab varázslatot tud, de csak egyet használhat egy meccsen, a kettőből, 150 ezerbe kerül. Használhatsz bribe-ot, vagy vehetsz bribe-ot. Ezzel megpróbálhatod lefizetni a bírót, amikor a bíró kiállítaná a játékosodat, amire csak akkor kerül sor, hogyha szabálytalankodsz. Tehát amikor megpróbálja kiállítani a játékosodat, átadhatsz neki egy aranyalteri elszényt, lebeszélve ezzel arról, hogy kiállítsa a játékosodat. Kivéve, és ilyenkor mindig van egy kockadobás, kivéve, ha egyes dobsz, ez létre is jön. Következő dolog, amit 300 ezerrel vehetsz, kivéve, hogyha halfling vagy. Ha hobbit vagy, akkor 100 ezerrel tudod ezt megvenni. Egyébként halflingok, mindenki más 300 ezerért, egy halfling master chef, egy szakácsot alkalmazhatsz, aki szintén hobbitból van, azt tudja, hogy az ellenfél újradobásaiból maximum 3-at elvesz, oly módon, hogy dobsz D6-tal, 4-5-6-nál elvesz egy újradobást, és ezt maximum 3-szor csinálhatja meg, mindenfél időben egyszer. Vehetsz egy gyógyítót, vagy vehetsz sztárjátékosokat. A sztárjátékosok ugye játékosok, amiket egy meccsre vagy egy meccsen használhatsz, nem lesznek a csapat tagjai, vagy nem maradnak a csapat tagjai, hanem erre az egy meccsre jönnek hozzá. Ez az ő értékük 4-500 ezertől változhat, egészen legolcsóbbak szerintem ilyen 100 ezer környékén vannak. Általában vannak elég mókásak, köztük vannak elég erősek is, úgyhogy és amennyiben nagy a csapatok közötti különbség, azt a különbséget ilyen módon tudod de pontra vagy előnyre váltani a saját magad számára. Próbál ezzel kiegyenlíteni a különbséget a két csapat között. Mindig sorsolásra indul a mérkőzés, eldöntjük, hogy az egyik fél véletlenszerűen
választhatja, hogy kezd, vagy támadni akar, vagy védekezni. Ugye itt ki is írja, hogy támadni akar, offense, vagy védekezni, defense. Én általában az offense-et szoktam választani, azt is választom most is. Azért választom az offense-et, mert az azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel, vagy normális esetben én cselekszek először. Ha én cselekszek először, nekem van az esélyem arra, hogy én okozzak sérülést. Ha én okozok sérülést, már csak egyet is, vagy leküldök a pályáról egy vagy több játékost, annyival kevesebb esélye van az ellenfélnek, hogy ő sérülést okozzon nekem. Az időjárásról majd beszélünk, tehát most Hemul állít, 3 perce van, hogy állítson, ugyanannyi idő van a felállításra, mint amennyi egyébként a játéknál. Én ilyenkor azt szoktam tanácsolni, hogy maximum 3 játékos legyen elől. Én nem szoktam pozíciós játékosokat előre rakni, hanem csak egyszerű linemeneket. Gyakorlatilag a húsdarálóba előre, őket nagy valószínűséggel le fogják ütni, nekik lesz a legnagyobb esélyük arra, hogy sérüljenek. Én az ilyen újrahasznosítható elemeket szoktam oda begyűrni. Amikor védekezni állsz fel, azt majd lehet, hogy beszélek akkor, amikor én védekezek, de már most is mondom, védekezésnél figyelned kell azt, hogy az ellenfél mennyire ügyes, mennyire gyors. Ha az ellenfél nagyon gyors, akkor hátra kell állni, mondjuk annyira hátra, mint Hemul áll most. Ha az ellenfél nem olyan gyors, mint ahogy az emberek nem annyira gyorsak, nem kell annyira hátra menni. Valahol a 10-es vonal környékéig kell maximum hátra menni. Figyelembe kell venni azt is, hogy a te játékosod mennyire gyorsak. Az, hogy mennyire gyorsak a játékosod, egyszerű módon meg tudod nézni. Rájuk klikkelve kiadja majd azt, hogyha egyszer oda kerülünk, hogy mondjuk csak akkor, hogyha elkezdődik a mérkőzés, akkor majd látod, hogy mi az a távolság, ameddig el tudnak menni alapesetben. Még fontos dolga, amíg Hemul így állígathat, tök mindegy, hogy állítja föl, úgyis ugye jobbára csak beszélünk a játékról. Itt oldalt látod azt, hogy a mérkőzésből, vagy az adott félidőből hány kör telt el, mondjuk így szín alapján nem biztos a legjobb, igen, 1-től 8-ig, tehát egy félidő az 8 körös. Itt látod azt, hogy milyen előnyök vannak itt a körök felett. Van 3 darab újradobásom, illetve egy gyógyítóm. Itt van a fame. Ez azt jelenti, hogy a nézők engem szeretnek jobban, vagy az ellenfelemet. Nekem nullás. Hemulnak van 3 darab újradobása, gyógyítója nincs, és a plusz egyes a fém. Az azt jelenti, hogy ha a nézők őt jobban szeretik, tehát ha bármilyen nézőkkel kapcsolatos középkezdés esemény van, akkor nagyobb valószínűséggel, nem 100%-osan, de nagyobb valószínűséggel az ő javára fog eldőlni ez az esemény. Akkor még gyorsan beszélek arról, hogy mi az időjárás. Ugye az időjárás az alapesetben lehet 5 fajta időjárás, ha jól emlékszem. Jelen pillanatban általában jó idő van, az a leggyakoribb. Ami most van, az sweltering heat, rekkenő hőség. Itt minden egyes középkezdésnél, ami vagy fél időnél, vagy touchdownonként, minden egyes touchdown után, a játékosok, akik az előző drive-ban, vagy az előző középkezdés után pályán voltak, dobnak, és ha hatos dobnak, vagy egyest, teljesen mindegy, hogy mi, valamelyiket, tehát ez egyes vagy a hatos. Tehát ha dobnak egyet, egy megadott számot, de nézzük meg azért, hogy mi. Egyes kell dobni. Oké. Tehát dob mindenki egy hatoldalúval, és ha egyes dob, akkor nem tud feljönni a következő középkezdésnél, annyira melege lesz, olyan hőgutától szenved. No, felállítom a játékosokat, utána beszélek róla, hogy kit, miért, hova, miért. Oké, fejtettem a játékosokat. Miért állítom így föl őket? Két dolgot csinálhatok, vagy A, megpróbálok gyorsan touchdown szerezni, vagy megpróbálok játszani az idővel. Emberekkel nem biztos, hogy akarok gyorsan touchdown szerezni, lehet, hogy nem is tudok, mondjuk függ az ellenféltől is, meg
sok minden mástól. De a gyors touchdown szerzéshez az kell, hogy, vagy lehet, hogy bemutatom azt, és az kell, hogy jobbára felállsz egy oldalon, és egy oldalon próbálsz meg előre pusholni, hozol egy decoyt, vagy egy-egy embert maximum a másik oldalra, Hamul közben kirúgja a labdát. Riot. Tehát itt van minden egyes középkezdés, ahogy mondtam, van egy középkezdési esemény, ez most a Riot. A Riotnál mind a két csapat veszít egy kör, tehát nem az első körrel kezdünk, hanem a másodikkal, ahogy majd ezt itt fogjátok látni. Elvesztettünk egy-egy kört. A nézők bejöttek a pályára. No, kezdjük a legelején. Blokkolás, amit a legtöbben legjobban szeretnek. Amikor meg akarsz blokkolni, meg akarsz ütni egy embert, vagy orkot, akkor mindig azt nézed, hogy kinek hányos az ereje. Ha ő üti őt, megnézem az emberemet, itt látod sorban azokat a karakterisztikákat, amiről beszéltem. 7-es mozgás, 3-as erő. Nála szintén 3-as erő. Tehát ha ő és ő egymást üti, az egy kocka. Tehát mondjuk, ha én akarnék blitzelni, itt jobban látom. Látod, 3-as erő, 3-as erő, ugyanakkor az eléjük, ezért csak egy kockával dobok. Minden egyes alkalommal próbálom kialakítani azt, hogy legalább 2 kockával tudjak dobni. Most 2 kockával úgy tudok dobni, hogy segítek valakivel. Minden egyes ember, aki segít a blokkolónak, az plusz egy erőt ad hozzá. Tehát ha én ezzel az emberrel oda megyek, és most már akarom blitzelni, az látod 2 kocka. Azért itt ki is írja felül, hogy ez az ember, aki oda ment, ez plusz egy strength-et, plusz egy erőt hozzáad. Igaz, hogy itt a kis kártyán nem jelöli, de innentől kezdve van neki egy 3-as ereje, plusz ez az ember, aki oda ment segíteni, ad még 1-es, tehát 4-es ereje lenne neki. Oké. Okay. A lényeg az viszont, hogy csak azok az emberek tudnak segíteni, akik mellett nem áll egy ellenfél. Tehát, térjünk vissza ide a blokkoláshoz. Ő akarja blokkolni őt. Ez 2 kocka azért, mert ő, ez a jobb oldalon lévő játékos, hozzáad plusz egy erőt. Tehát nekem alapból 3-as az erőm, itt a jobb oldali hozzáad egy erőt, az 4-es erő. Felmerül a kérdés, hogy a bal oldalon mellette álló miért nem ad neki plusz egy erőt. Azért, mert ebben a verekedésben, itt a szembe lévők egymásra verekednek, ő nem tud segíteni, mert ő vele szembe is van egy ember, ő is fogásban áll. Tehát akik fogásban állnak, akiken rajta van egy ellenfél, azok nem tudnak segíteni. Itt a jobb oldali viszont teljesen tisztán áll, senki nem fogja, úgyhogy ő tud segíteni. De miért ez érthető így? Hamul érthető? Persze, persze. Oké. Okay. Én csak remélem, hogy érthető. Tehát akkor rádobok, ad egy... pózolhatok ilyenkor? Pózolhatok, nagyszerű. Ad ilyenkor 2 kockát, ebből választhatok. A kockákat hát meg kell tanulni, nincs olyan túlságosan sok fajta, 5 van összesen, 5 fajta ábra van. Van egy koponya, aminél énesek el, mint támadó. Van egy csillag, amit itt látunk, aminél az ellenfél esik el. Van egy csillag felkiáltójel, ami azt jelenti, hogy a csillag az ellenfél esik el, kivéve, ha van neki dodzsolása. Van egy bow down, amit itt látunk, egy koponya plusz egy csillag, ami azt jelenti, hogy mind a ketten elesünk, kivéve, ha van blokkolásunk. Illetve van egy, amit itt látsz, ahol nem tudom mennyire látható, egy ilyen kis tologatós nyíl. Ami azt jelenti, hogy egy mezővel arrébb tolom az ellenfelet. Tehát nekem, end pose, na akkor itt is ez is érdekes, mert amit nem tudsz esetleg, hogy itt le tudod pózolni a játékot, tehát meg tudod állítani egy kis időre. Tehát azt választom, hogy elesik az ellenfél, úgy, hogy én ellököm. Ellököm, és választhatom, hogy utána lépek-e, itt kérdezi meg, hogy utána akarok menni. Én jobbára szeretnék itt maradni, hogy tudjak neki segíteni, de mivel hogy ő el fog esni, tök mindegy, hogy utána lépek-e, akkor is tudok segíteni. Ha ő nem esett volna el, és állva maradt volna, ez az ork, akkor én inkább helyben maradtam volna, mert ha helyben maradok, akkor ennél a blokkolásnál tudok segíteni, mert nem vagyok fogásban. Ha ő állva maradt volna, és én úgy utána lépek, akkor ő már nem tudott volna segíteni itt, mert ő is fogásban van szemből. De így, hogy fekszik, így tök mindegy. Tehát akkor itt jön megint egy blokkolás, kiírja ugye, hogy plusz egy erő, ő, mivel hogy ő tisztán van. Oké. Okay. Ugye azt jelenti, hogy az ellenfél elesik, kivéve ha dodzsolása van. Ha nem vagy pontosan tisztában, hogy milyen szakértelme van az emberednek, csak gyorsan ide oldalra pillanat, azt látom, blokkolása van, kiírja, hogy kikivel küzd. Tehát nincs neki dodge-a, simán mehet, megint simán utána léphetek,
mert hogy tud ő segíteni. Így, hogyha most már ő vele blokkolok, akkor látod, mind a kettőjükre kiírja, hogy plusz egy erőt adnak, mert egyikük sincs fogásban. De ez itt jelen pillanatban azért sok különbséget nem jelent. Megint dobok egy tiszta csillagot. Leütöm, utána megyek. A dobások itt alul mindig visszanézhetők, hogy miket dobtál. Amikor egy játékos elesik, akkor mindig van egy páncéldobás. Látod, itt 10-et kell dobni az orkokra. Ebben az esetben én 11-et dobtam. És ha bent van a páncél, tehát több mint 10-et vagy annál többet dobtam, akkor jöhet egy sérülésdobás. Ott legalább 8-at, 9-et kell dobni, hogy kikerüljön a pályáról, 10-et vagy annál többet, hogy meg is sérüljön. És akkor most jön Hemu. Ugye ezt jól csinálja, a alapesetben azok a játékosok, akikkel, bocsai, közben dumálok, majd Hemu kiabáljál rám, hogyha már nagyon idegesítek, vagy ha kérdésed van. Alapesetben mindig fel akarsz állni azokkal a játékosokkal, akik valószínűleg semmit nem fognak csinálni. Az lenne az első. Az semmilyen kockadobásba nem kerül. Felállítod a játékosodat. A lényeg az, hogy azért kell őket felállítani, mert hogyha a körben utána elkezdesz valamiket dobni, például nem állította volna fel ezeket a játékosokat, és most blokkolt volna, és ő esett volna el, akkor lehet, hogy ezek a játékosok fel sem tudtak volna állni, tehát még egy kör végig feküdtek volna ott. Szia, Palci! A Big Guy-t is felállítom, mindenki álljon fel. Én senkit nem hagyok fekve. Ugye amennyiben védekezel, két dolgot... Igen, ha fel akar állni, akkor dobni kell mindenképpen. Attól függ, hogy milyen big guy-ról beszélünk. Hogyha egy ogréról, egy trollról van szó, és nem akarok vele semmi más csinálni, mindig felállok vele. Maximum tudom, hogy megbolondult, és nem akar semmit csinálni, úgyhogy tudok vele számolni. De mondjuk én ezért nem is szoktam általában berakni se ogrét, se trollt, se ilyesmit, mert nekem ott ne önállóskodjanak, nekem ne akaratoskodjon ott senki, majd én tudom, hogy ő mit akar csinálni. Terveztem. Nem tudom, hogy van-e valami meglátás, vagy amit másképpen. Hát igen, itt a kérdés az, hogy mit szeretnél, hogyan szeretnél védekezni. Lehet egy olyan védekezés, hogy most mondjuk elbénáztam, tök mindegy miért, a labda ott maradt, ha akarnál, ráfuthatnál. Ha gyors és ügyes csapatod van, mondjuk elfeksz, kévenek, azt mondom, hogy iszkiri, azonnal menj a labdára. Szia, Ledel. Azonnal menj a labdára, próbáld támadni a labdát. Sőt, még így is, én azt gondolom, hogy egy blitzert, vagy valakit én küldenék előre, hogy veszélyeztessen ott. Hogy ne legyen az, hogy én könnyen veszem fel a labdát, könnyen manipulálok ott veled, könnyen operálok. És akkor védekezésnél majd beszélünk a szellési zónákról mindjárt. Sőt, még van is egy ide, akkor ne nyomd végig a kört, hanem majd hagyjáljon le. Amikor felállsz védekezésre, fontos az, hogy mi a játékosod szerelési zónája. A szerelési zónája a játékosnak mindig a körülötte lévő mezők. Hogyha látod, itt kiírja, hogy -1, -1, -2, -2. Tehát rákikesz egy játékosra, pontosan tudod, hogy kinek hol a szerelési zónája. Mondjuk most éppen nem. De a lényeg, hogy a körülötte lévő mezők, azok a szerelési zónák. Mondjuk, hogy a sajátomra kikkelek, akkor igen. Sajátomra kikkelek, akkor feladja a szerelési zónákat. Tehát látod azt, hogy melyik mezőt hány ember fogja. Ez olyan, mint a... Mi az a... aknakereső? Ugye? És amiért fontos ez, hogyha bármit akarsz csinálni egy játékossal, mindig azt nézi, hogy van-e szerelési zónában vagy-e. Tehát ha én ezzel a játékossal például... Ezzel a blitzerrel el szeretnék menni valahova, mondjuk ide. Na. Akkor azt nézi, hogy ó, én szerelési zónában vagyok, tehát olyan könnyen nem fog tudni ellépni az ellenféltől, nekem el kell cselezni az ellenféltől. Mivel a szerelési zónából jövök. Ha szerelési zónából jövök, akkor a cselezni kell, és mindig azt nézi a
célpontnak a játék, hogy ahova megyek, a szerelési zóna-e. Ha nem, akkor mindig az ügyességnek megfelelően kell dobnom. Nekem az ügyességem 3-as, akkor 3 plusszal tudok oda cselezni. Tehát én mondjuk oda akarok lépni, és oda is fogok most lépni. 3-at kell dobni, itt alul látod, hogy mutatja, hogy 3-at kellett dobni. 6-ot dobtam, tök jó. Ha megyek tovább, belépek egy szellési zónába, na innen már megint cseleznem kell. Ha ide akarok cselezni, olyan mezőre akarok menni, ahol már, amit már ketten fognak. Minden egyes szellési zóna, amit egy játékos képez, az mínusz egyet ad minden dobásomra. Tök mindegy, hogy labdát akarok elkapni, labdát akarok eldobni, cselezni akarok. Minden egyes ellenfél szellési zónája mínusz egyet ad arra a dobásra. Tehát ha én ide akarok menni, akkor 5-öt kell, hogy dobjak. Alapesetben ugye láttuk az előbb, hogy 3-at dobnék, de mivel hogy ott van ő is, meg ő is, és a játék megkönnyítve azt a megkönnyítve ezt kísírja, hogy mínusz 2-t fogsz kapni itt mindenre. Ha itt állsz ebbe a szellési zónába, vagy ezen a ponton állsz, mínusz 2-t. És én oda akarok lépni, 5-öt kellett dobnom, de én akkor a srác vagyok, hogy én ízidvel dobok 5-öt, meg hát van cheatem is ugye, mert én ilyen menő vagyok. Visszatérünk oda, megyünk, jönnek újra a blokkolások. Látod, megint egy kocka. Miért egy kocka? Mert hármas erő a hármas erővel szembe, akkor oda kell küldenem valakit segíteni. Mondjuk ő ide áll, oda áll mellé, tök jó, tud segíteni. Hopp, ez megint egy kocka lett. Hogy lett ez egy kocka? Mitől lett ez egy kocka? Ugye azért, mert az embert olyan helyre állítottam, ahol fogásba van. Tehát nem ide kellett volna állítani, mert itt fogásba van, hanem ide kellett volna állítani az üres mezőre. Utána lépek. Megint ugye itt blokkolok, az egy kocka. De hát ő miért nem segít? Azért nem segít ő, mert ő is, meg ő is fogja. Tehát ez a játékos nem tud segíteni, mert ő is, és ő is fogja. Tehát ahhoz, hogy neki segítsége legyen, olyan ember kell, aki nem áll szellési zónában. Nem áll az orkok szellési zónájában. Tehát mondjuk ide jövök, ez az ember már nem lesz egy ork szellési zónájában sem. Simán tud ebbe a boxba segíteni. És megvan a tiszta csillag. Fekszik. Ugye itt tudjuk, hogy az ork páncélja 9-es, tehát nekem 10-et kell dobnom, megyek utána. 10-et is dobtam, tehát megdobtam. De ahhoz, hogy legalább KO legyen, ahhoz 8-at kellett volna dobni, vagy 9-et. Sajnos én 2-t dobtam. Úgyhogy ennyi. Ha a labdát fel akarom venni és passzolni akarok, mert lassan eljött az idő, egy 3-as ügyességű 3-mal veszi fel a labdát, ha csak valamilyen külső körülmény, esős idő vagy valami ilyesmi nincs. Oda megyek, megpróbálom felvenni a labdát, és felvettem azért, mert van egy olyan képességem, a dobónak van egy olyan képesség, a Sure Hands. A Sure Hands az azt tudja, mindegyes alkalommal, amikor egy labda felvételt elrontanék, akkor a játék automatikusan újra dobja nekem. Tehát ad egy második esélyt. Tehát gyakorlatilag egy második esély a labda felvételre. És itt alul látod, labdát fel akartam venni, 2-t dobtam, nem sikerült. Sure Hands miatt újra dobtam és 3-as lett, fel is vettem egyből. Jön a pofoszkodás. Elsőre mindig azt nézném, hogy ki az, akit le tudok ütni, hol tudok kialakítani 2 kockákat, meg egyel támadnám a labdát. Vagy 1-2-vel, attól függ. Itt volt egy kockadobás, majd mindjárt megnézzük következő körben, hogy mi volt ez a kocka hang, amit hallották. Go for it néven volt egy kockadobás. Itt volt egy blitz, ugye azért volt, nem tudott senki segíteni, de azért volt 2 kocka, nézd meg, neki 4000-je, az enyém meg csak 3-as. Tehát ő egy magába is, ő egy black ork, ő nagyobb erejű, ő magába is egy valakit 1v1-be, 1-1-be, 2 kockával tud ütni, már persze akinek 3-as az ereje. Nyolcas a páncélom, ő legalább 9-et dobott, tört a páncél. Ugye 9-et dobott. Ugye a játékosomnak itt mutatja, 8-as a páncélja, 9-et dobott. De nem dobott legalább 8-at, tehát ez azt jelenti, hogy ott marad, csak kimarad egy körből. Ugye úgy hívjuk, hogy stand,
ott marad a fűben, lefordulva, a következő körben csak felfordul, tehát a hátára fordul, gyakorlatilag, ha társas játék szemmel nézzük, akkor kimarad egy dobásból. Vagy kimarad egy körből, bocsánat. Bevállal egy kockásat, Hemul, és leüti a játékosomat. Ilyenkor ugye, amikor... Ugye a szituáció az volt, hogy innen blokkolt, az én emberem itt állt, és tolást dobott, tehát hogy tolta a játékost. Ha tolja a játékost, itt nem volt üres mező, ha van üres mező, ugye mindig az fontos, hogy milyen irányból tolja a játékost. Ebből az irányból tolja, egyenesen akkor értelemszerűen a hátsó három mező, ahova mehet, de hogy egy üres mező se volt, választania kellett egy olyan mezőt, ami már foglalt volt, és az ott lévő játékost tovább tolta. Tehát ez a játékos itt állt, ezt a játékost ide fektette, aki itt állt, azt meg tovább tolta ide. És akkor értelemszerűen ez így megy tovább. Ezt hívjuk úgy, hogy chain push. Tehát chain push-sal tovább tolja az embereket. Chain push-sal ki lehet alakítani olyan helyzeteket, amikor úgy érzed, hogy már nem tudnád bevinni a labdát, de mégis tudsz az emberen tolni egyet-kettőt chain push-sal, vagy chain push-sal kitusztolni embereket a pályáról. Ugye a pályáról kitolás az azért veszélyes, mert, mint ahogy itt mutogattam, amikor leütsz egy embert, dobsz a páncéljára. Bent van a páncél, nagyszerű, akkor van esélyem végre, van esélyem, hogy sérülést okozzak neki. Ha viszont valakit kilaksz a pályáról, nincs páncéldobás, ő automatikusan sérülést dob csak. Tehát ha kilaksz valakit a pályáról, sokkal nagyobb az esélye, hogy megsérül, mint hogyha csak simán leütöd. Ugye a lényeg az, hogy amikor kilaksz valakit a pályáról, ott állnak a vérmes nézők, a futballhuligánok, és jó ellátják a baját. Ugye most fekszenek a játékosaim, következő dolog, ami az lesz, hogy fel fogom állítani őket. Itt ugye, ha megnézzük az én játékosomnak, kettes az ereje, ez gyakran előfordul elfeknél, illetve ilyen catchereknél, fogóknál, hogy az erejük csak kettes. Alapjátékosoknak általában hármas szokott lenni, tehát a vele szemben lévő orknak hármas az ereje. Én, ha ezzel a catcherrel úgy gondolom, hogy akarom blokkolni ezt a dolgot itt, ezt a Orc Blitzert, akkor látod, a kocka pirosra változik. Ha pirosra változik a kocka, ez azt jelenti, hogy ha én blokkolok, két kockával dobok, mert ugye különbség van az erőben, de nem az én javamra. Tehát az ellenfél javára van a különbség, ez azt jelenti, hogy ebből a két kockából, amit dobni fogunk, ő fog választani, nem én. Úgyhogy inkább nem is akarok ilyet csinálni. Tehát, akkor mit csinálunk először? Azok a játékosok, akik tutira nem fognak csinálni semmit, ezzel kezdem a kört, feláll. Stand up. Stand up. És akkor beszéljünk egy alapvető védekezési formáról. Szeretném azt, hogy a labdám amennyire csak lehet biztonságban legyen, mondjuk ez így most dobnom kell majd egy párat, de nem baj. Az alapvető védekezési forma, amit úgy hívnak általában, hogy cage, ketrec, vagy ezek bármelyike. Azt szeretnéd, hogy a labdát bevédjük úgy, hogy direkt be az ellenfél, ugye itt megállok, következő körbe ő nekem szalad, és megüthet, leüthet, elverti tőlem a labdát. Azt akarjuk, hogy olyan szituációban legyünk mindig, hogy az ellenfél direktben ne tudja a labdánkat ütni. Ugye azt könnyen meg tudod nézni, hogy az ellenfél meddig tud eljutni. Ez az ember, vagy bocsánat, ez a Black Cork, ember, elnézést Black Cork, ez a Black Cork eddig tud eljutni, viszont ha nagyon megerőlteti magát és extra mezőket akar lépni, tehát go for it-ozni akar, ahogy ezt így szaknyelven hívjuk, ha go for it akar lépni, extra mezőt akar lépni, akkor eljöhet még egészen idáig. Itt már minden egyes extra mező, amit meg akar tenni, az egy kockadobás. És egyetlen egy dolgot nem szabad egyes dobni. Ha egyes dob, akkor elesik, és ugye, mint ahogy minden más elesésnél, véget ér a köre. Tehát idáig, amíg a tiszta a mező, addig simán mehet, kihasználva a mozgáspontját, ezt a négyet, ami van neki, nem túl gyors a srác. De ha akar, még megerőlteti magát, és még két extra mezőt mehet, kockáztatva azzal, hogy esetleg elesik, ha egyes dob bármelyik dobásnál. Szóval azt úgy tudom elérni, hogy ezt a labdát ne tudják tőlem elvenni, hogy mondom, a cage, a klasszikus cage az azt jelenti, hogy a labdás játékos köré a sarkokra egy-egy játékost állítok. Ugye el kellett dodzsolnom, miért kellett eldodzsolnom, mert fogásból jöttem.
hárommal dodzsoltam el, miért? Mert olyan mezőre mentem, amit nem fogott senki, tehát alapügyességem hármas. Itt még mindig be tudnak ütni erről, utána hoznom kell még egy játékost ide, ő is cseleznie kell. Hárommal, meg is dobta, nagyszerű. Tehát most már az orkok nem tudnak megütni engem egyszerűen, mert ő ha jön, és oda akar menni a labdáshoz, nézd meg, akkor ha innen be akar lépni ide, akkor mínusz hárommal dobná, itt mutatja is a mező, mínusz hárommal. Tehát ő ugye hárommal csinál mindent az ügyessége miatt, ha ide ő be akarna jönni, akkor arra kapna mínusz hármat. Tehát csak hattal tudna ide becselezni. Tehát az meg arra, ugye arra meg ugye nagyon kicsi az esély. Hogy én mindig látom a kockákat? A másik monitoron írja ki az orosz cheat program. Jönnek a két kockás blokkok, ahogy kell. Ugye ha egy ilyen viszonylag lassabb, de erősebb, masszívabb csapata játszol, mint az ork, ugye az első az lesz majd, amikor csapatot választasz, hogy eldöntöd, hogy mi az a stílus, amit játszani akarsz. Neked a stílus inkább a gyorsabb, cselezősebb, ugra-bugra, elfek, a lassabb, masszívabb, nehezebben leüthető törpék, vagy orkok, illetve mondom, tucatnyi faj van, amiből választhatsz. Sziasztok, meghalt. Sziasztok. Hát a játékosod megsérül, akkor eldöntheted, hogy akarod-e gyógyítani, vagy nem. Egy darab gyógyítón van. Mondjuk azt, hogy sziasztok, annyira értékes, mert ő volt az első, életem első lánymenje, hogy gyógyítom. Akkor dob egyet a gép, újra dobja a sérülést, és van az eredeti, hogy meghalt, vagy van az, és ez teljesen random, most az jött ki neki, hogy túléli, de csökken egyel a mozgása. Mit szeretnék választani? Hát, lassú voltam, úgyhogy a gép eldöntötte, hogy azt szeretném választani, hogy mínusz egy mozgás. Tehát onnantól kezdve a játékos bekerül a sérültek mezőbe. Aki a sérültekbe van, sérültekbe két okból kerülhetsz. Vagy sérült vagy, vagy szabálytalankodsz és a bíró kiállít. Ha szabálytalankodás, majd megmutatom azt is. Ezek, akik ebben a mezőben vannak, ezek már nem jönnek vissza. Ezen a meccsen már semmilyen szerepet nem törtenek be. Sőt, aki maradandó, kétfajta sérülést kaphatsz a halálon kívül. Egy olyan sérülést, ami az adott meccsre tart vissza a játéktól, vagy egy olyat, ami nem csak az adott meccsre, de a következőre is megakadályozza, hogy induljon a játékosod. Neki... bocsánat. Neki a sérülése ugye azt mondja, hogy kiírja, hogy mínusz egy mozgás. Mondjuk ezt nem írja ki mellé, de ezzel együtt jár az, hogy miss next game. Tehát kaphatnál egy sima miss next game-et, az azt jelenti, hogy kihagyja ezt és a következő meccset. Illetve amit most dobtunk az, hogy mínusz egy mozgás, az is magában foglalja, hogy miss next game. Tehát ő nem csak, hogy csökken a mozgásod, nem is játszik következő meccsen se. Ez nagyon érdekes volt. Vagy bátor, vagy felelőtlen, valamelyik. Tudod, mit rontottál? Beléptem a tekőzónába. És onnan még egyet lépte. Igen. Így van. És neki nincs dodge-ja. És nincs. Kettes agility-je van. Az is van. Hát így. Ugye ő innen lépett ide, ez azt jelenti, hogy szerelési zónából lépett szerelési zónába. Ha szerelési zónát hagysz el, már akkor mindenképpen dodge-olni kell. Ugye beszéltük azt, hogy alap esetben hármas ügyességgel hármat dobsz, kettes ügyességgel négyet kell dobni, hogy megcsinálj valamit, de mivel hogy egy plusz szerelési zónába ment, ami mínusz volt, ezért ötöt kellett dobni. Ez egy olyan dolog, ami lehet, hogy elsőre az embereknek nem megy, hogy számolják, hogy hányat dobok, négyet, ötöt, hatot. Ha jobban szereted, akkor csinálhatsz egy olyat, hogy átállítod a settingsbe, hogy nem a kockadobás mutatja, sőt azt hiszem, hogy így indul a játék. Én a kockadobást szeretem, mert végülis kockadobásra mutat meg a játék mindent. Van, aki jobban szereti azt, hogy százalékos arányokat mutasson. És akkor azt mondja, ha én ezt meg akarom csinálni, akkor arra van, majd meglátjuk mindjárt,
következő körbe, van rá 50%-om. Ugyanaz, mintha azt mutatná, hogy 4 plusz. Ugye, aki esetleg nem tudná, mit jelent az, hogy 2 plusz, az azt jelenti, hogy 2 vagy annál nagyobb. 2 plusz, 2 is a fölött. Tehát nálam például, ha én játszok, nekem azt mutatja, hogy 4 plusz, 4-et vagy a fölött kell dobni, az fejbe tudom, hogy az 50%, mert 4, 5, 6, ellenben az 1, 2, 3-mal. De aki, mondom, jobban szereti azt, hogy nem a kocka dobásokat mutatja neki a játék, akkor simán csak átváltja a settingsbe. Percentage a roll requirementre, és onnantól kezdve nem kockadobást lát, hanem a százalékos. Például most már innen cselezni akarnék ki. Látod, nem azt mutatja, hogy 3-at kell dobnom, hanem azt mutatja, hogy erre 67% esélyem van. Én ezt nem nagyon szeretem, nem tudom, ez csak az én, lehet, hogy régi maradiságom. Én sokkal jobban szeretem azt, hogy a kockákat mutatja. Milyen kockadobás kell. Ugye az előző cage-et ugye így nem lehetett direktbe megblitzelni, tehát amit tesz a legtöbb játékos, blitzeli az egyik sarkot és ráfog a labdára. Két lehetőséged van, megpróbálsz kicselezni ide 3 plusszal, vagy egy másik lehetőség az, hogy kézből kézbe átad a labdát egy olyan játékosnak, aki nincs fogva, és az fut valamerre. Vagy most csak példát, nem biztos, hogy így játszanék, biztos, hogy nem így játszanék, de ugye vegyük azt, hogy én úgy akarok szabadulni, hogy átadom a labdát neki. Kétfajta labda átadási módszer létezik. Létezik a passz, amikor itt a játékosom, és passzolni akarja mondjuk ide. Akkor látod, kiírja, hogy ez egy passz, kiírja neked, hogy miket kellene dobni, még mielőtt rányomsz másodszorra, egyszer rányomsz, akkor mindig kiírja. Ez azt jelenti, hogy dobok a passzolásra, meg dobok az elkapásra. Ő meg persze közben megpróbálhatja elkapni úton a labdát, ugye közbenyúlás vagy interceptnek hívják. Tehát dobok passzolásra, dobok elkapásra, vagy választhatom azt, hogy nem akarok dobni, hanem egyszerűen csak oda nyújtom a labdát az egyik csapattársamnak, hogy tessék, itt van. Abban az esetben nem dobok dobásra, hanem csak a labdát kell elkapnia, vagy elvenni a csapattársamnak. Tehát ennek át fogom adni, és ami jó benne, hogy van catch-e. És miért fontos ez? Ugye két szakértelme van induláskor a catcheremnek. Van a dodge, és van a catch. Mind a kettő alapjában véve hasonlóan működik, vagy ugyanúgy működik, de nem ugyanazt tudja. Ugye a catch-et most láttuk. Hármat kellett dobnom ahhoz, hogy elkapja a labdát, de én elsőre kettőt dobtam, de mivel hogy van catch szakértelmem, automatikusan újra dobtam. Ugyanolyan, mint a dobónál volt ugye a sure hands, nem bírta fölvenni a labdát elsőre, automatikusan a játék újra dobta nekem a labdát, mert van egy ilyen képessége. Ugyanez vonatkozik a catch-re is. Nem bírta elsőre elkapni, másodikra automatikusan megdobta. Tehát van a cselezés szakértelme, ami ugyanez, ugye itt elmegyek egy szellési zónán keresztül, értelemszerűen, amikor az ellenfél zónáját elhagyom, dobnom kell cselezésre, mivel hogy a mező, ahova megyek, az egy üres mező, ezért simán változtatások nélkül hármat kell dobnom. Hármat dobtam. Ha itt kettes dobtam volna... Na, még egyszer. Na, egyszer se jött össze. Ha egyszer elrontod, mondja, megnézzük a számokat. Ha egyszer elrontod, itt látszott, hármas kellett volna dobnom cselezésre, egyes dobtam, a gép automatikusan újra dobta, de akkor se lett meg, sajnos elestem, páncéldobás. Ugye azt tudnod kell, hogy minden egyes alkalommal, amikor a te körödben a te játékosod elesik, akkor véget ér a köröd. Tehát itt ugye az én körömben a saját játékosom elesett, a labda tőlem elpattant, véget ért a köröm. Ugye amit én... Mennek a két kockás blokkok. Alul látod ugye, hogy 9-eket kell. Legtöbb esetben az emberekre, szerintem mindenkinek 8-as páncélja van, még a catchernek is, akinek táblásjátékban nem. Ups. Tehát az embereknél azért jobbára mindenkinek 8-as páncélja van, 9-est kell rájuk dobni. Na, ez egy érdekes dobás volt. Ugye azt jelenti, hogy ő esik el mindenképpen, két kockából választhat, választhat, hogy ő esett el.
Mondjuk azt, hogy ez egy kapzsiság volt Hamu részéről. Nézzük meg, mit dobott először. Dobott egy nyilat, meg egy boat down-t. Ugye dobta a nyilat, meg dobta a koponya csillagot. A nyillal ezt a játékosomat ez az ork eltolta volna. De nem elégedett meg ezzel. A másikat nem választhatta volna, mert ez a boat down, a koponya csillag azt jelenti, hogy mind a ketten elesünk, kivéve az, akinek van blokkolása. Neki nincs, nekem meg van. Ugye, ha azt választja, akkor ő elesett volna, és vége lett volna körének. Ugyanakkor választhatta volna azt, hogy tolja a játékosomat, én biztos azt választottam volna, nem kockáztattam volna, nem dobtam volna egy újradobást el, csak ezért. Újradobásból ugye három volt neki az elején, ezt a hármat kell beosztani 8 körre. Tehát én nem dobtam volna el, én toltam volna rajta egyet, ő úgy gondolta, hogy mindenképpen leszeretné jutni, és ezért újra dobta, és dobott egy olyat, amiből csak az jöhetett ki, hogy ő esik el. Akkor azt csinálom, amit mondtam, akivel már biztosan nem akarok cselekedni, az feláll. Jaj, nem ezt akartam. Feláll. Mondjuk álljon fel ő is. És ugye, egyből itt látod is, hogy kialakítottunk egy kétkockás szituációt, mert ő tudja ütni őt, és ő tud segíteni, aki most állt fel. Nekem van blokkolásom, neki nincs, ő elesne, én nem. De választhatom azt is, hogy inkább eltolom. Oké, eltolom. És én maradok helyben. Páncéldobás alul, 9 majdnem bejött. 10-et kellett volna dobni. Most a kérdés nekem az, hogy hogyan szerzem vissza ezt a labdát. Mondjuk a labda annyira be van védve, ugye, hogy ha én ővele fel akarnék állni, és mondjuk be akarnék oda cselezni, nézd meg, 6-ot kellene dobnom, 6 oldalúval, plusz 6-ot arra, hogy felvegyem a labdát. Hát, elég valószínűtlen, ugye? Mert azért kell 6-ot dobnom, alapesetben 3-at, 3-mal cselezek, 3-mal veszem fel a labdát, de itt van még 1, 2, 3, 4 ember. Tehát mindegyik ember, itt mutatja is ugye a mező, hogy mínusz 4-et kapok mindenre, ami ott történik. Tehát az, hogy odalépjek, nem 3, hanem még mínusz 4 hozzá. Tehát én esetben mondjuk tudnék egy olyat kitalálni, hogy ő feláll. És megbricceljük, mondjuk akkor álljunk fel ővelük is, mielőtt bármilyen kockadobásra megyek, ugye ezt szoktam mondani, bármilyen kockadobásra megyek, álljunk fel azokkal, akikkel nem akarok semmit csinálni. Mondjuk vele lehet, hogy akarok csinálni, tehát őt még fekve hagyom egy kis ideig, ővele biztos nem akarok semmit csinálni. Feláll. Akkor megpróbálom azt megcsinálni, hogy ide jövök, és innen megblitzelem ezt az orkot, és rátolom a labdára, remélve azzal, hogy a labda, ugye ha rátolsz egy játékost a labdára, akkor a labda automatikusan elpattan onnan. Tehát bízok benne, hogy esetleg olyan helyre pattan a labda, ahol könnyen fel tudom venni. Kevés a mozgásom, ezért ugye mennyit mozog az emberem? 6-ot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tehát csak idáig lesz elég a mozgásom, tehát ki kell használnom azt a extra mezőt, extra mozgást. Tehát egy go for it-ot dobnom kell, ami nem szabad, hogy egyes dobjak. Nem dobtam egyest, ugye itt vagy go for it, 2-es dobtam rá. Vagy én esek el, vagy tolom. Hát tolom. Rátolom a labdára, és utána lépek. És reménykedek, hogy a labda olyan helyre pattal, ami nekem jó. Hát nem. Oda került ugye a dobójához. Ez unlucky. Sok mindent nem tudsz ilyenkor csinálni, és ilyenkor ugye még felálltam volna ezzel a játékossal, de mivel, hogy nem maradt időm így. Így ennyi. Ugye most elmúlnak az a lényeg, hogy megtakarítsa esetleg a dobó környékén, vagy a dobónak helyet csináljon, akit lehet, ezt eltakarítson. Megint csak én a helyébe ugye azzal kezdeném, hogy ővele felállok, ezzel a Black Cork-kal. A Black Cork nem fog kicselezni, nem fog elszaladni. Másik ember, aki lineman ott fekszik, nem fog semmit csinálni. Fel kell állni vele, mert ha valami balul ült ki, akkor ő fekve maradt, aztán az embereim szabadon kólicálnak a világba. Nagyon kockázatosan csinálta. Ugye megpróbálhatta volna azt is, nagyon kockázatosan, nem volt nagyon kockázatos, de mi volt ebben a szituációban a lényeg? Itt állt a dobója. Igen, pontosan. Tehát beléptél a szellési zónába, és onnan ki. Hármassal megcsinálja az ork,
ennyivel nem rosszabb, mint az ember, megcsinálja hármasat, de mi van, ha? Én nekem ez egy felesleges kockázat. Akkor már megpróbáltam volna ezt az embert valahogy innen elütni. Vagy inkább erre jutni, és akkor itt elmenni. Inkább néztem volna azt. Én nem vállalok feleslegesen kockázatot, néztem volna, hogy hol tudtam volna felszabadítani embert ahhoz, hogy szelési zóna nélkül meg tudjam oldani. És ugye ez elég az, hogy az emberre csak ráklikkelsz, és a gép automatikusan kiírja, hogy meg tudod csinálni, vagy nem. Meg tudsz szelési zóna, vagy szelés nélkül csinálni, vagy cselezés nélkül, vagy nem. Ja, a tanulság aztán, hogy játszok, nem magyarázzak. De ez a tanulság, hogy magyarázok, nem játszok. Vagy ebben van a tanulság, hogy magyarázok, nem játszok. Elméletileg. Neki van blokkolása, nekem nincs, tehát így leüti. Ugye ennek a... amit lehetett volna csinálni... Itt volt két embere, meg nekem is két emberem. Hemulnak igazából, ha az a lényeg, hogy támogatni akarja ezt a labdást, akkor jól csinálta, felszabadított egy ember. De leüthette volna mind a kettőt. Ugye ezzel nem ezt az embert kellett volna ütnie, hanem őt. Miért? Mert ő hármas erejű, ő meg kettes erejű. Ők meg egymást itt fogták volna, nem tudtak volna egymást, nem tudtak volna segíteni senkinek. Tehát ő ütötte volna őt, az két kocka eltolja. Utána ő helyben marad, és mivel hogy őt nem fogja már senki, mert ő onnan elment, ő üti őt, ő segít, két kocka. Itt ugye megint csak egy kockája van. Ő miért nem tud segíteni? Mert ott van egy ember, akinek a szellési zónájában van. Tehát benne van itt Gordonnak a szellési zónájába, úgyhogy ez a Black Ork nem tud segíteni. Ha be akar vállalni, akkor egy kockás blokkot be tud vállalni. Megnézzük, hogy... Igen, nem? Odaléptem. Azért kellene blitzeljek, de azt már elhoztam. Ja, jó, odaléptél vele? Aha. Nem volt blitzed. Black Ork mögött volt. De volt egy blitzem. Szokott mutatni villámot a feje felett, hogyha... Ja. Nem engedi. Mert szerintem mozogtál vele. És azért. Igen. Ha már megkezded a mozgást, ugye akkor nem tudsz változtatni rajta. Beléptem. Black Ork. Na most nekem akkor a primary célom az lenne, hogy megszerezzem a labdát, hogy visszaszerezzem valahogy. Megint csak azt nézem, mi az, akivel nem fogok cselekedni. Ő itt annyira bent van itt a tömegbe, orkok, nézd meg, itt a aknamező, ugye a aknakereső. Annyira bent van középen, hogy kicsi a valószínűség, hogy bármit is akarna itt csinálni, feláll. Őt, meg őt nem állítom még fel, mert ővelük egy sima 3 plusszal ki tudok cselezni. Ővel is ki tudok cselezni 3 plusszal. Ő meg egy az dobó. Az taktika, hogyha látom azt, hogy nagyon benn van a közepébe, és nem állítom fel a játékost, nehogy megint leüssék, vagy mindig fel kell állítani. Nem. Attól függ, milyen szakaszában van a meccs. Ha azt mondod, hogy ez az utolsó kör, vagy veled szemben van egy valami nagyütéses, brutális vadállat, és félsz a sérüléstől, akkor nem. A szituáció függő. Én alapesetben felszoktam állítani a játékosokat azért, mert hogyha én felállítom a játékost, akkor most itt felállítottam, az fogja a te játékosodat. Tehát gyakorlatilag ahhoz, hogy te innen el tudj menni, neked dobnod kell. Bennem az esély, hogy hibázol. Ha viszont fekve maradok, akkor te simán elmész innen. Tehát te úgy alakítod a mozgásodat, a csapatodat, a játékodat, úgy alakítod, hogy akarod. Nem akadályoz semmi. Ha viszont már felállítom a játékosomat, akkor valamilyen szinten én kontrollálom, vagy próbálom neked a szerencsére alapozni a dolgait, hogy cselezzél, csak cselezzél, próbálkozzál. Próbálok hibára kényszeríteni. Tehát mondjuk felállok ezzel az emberrel, a dobóval, utána ide akarok jönni egy emberrel, ugye, aki majd segít, meg egyel, aki blitzel. Akkor oda mennék azzal, aki a leggyengébb. Legközelebb ő van, egy 8-as mozgású catcher, ugye ővel nem akarok blitzelni, mert csak 2-es az ereje, tehát ő valószínűleg segíteni akar, és ami jó, hogy van dodge-a, tehát ha ő innen ki akar jönni ide, akkor újra dobhatja a dodge-ot, hogyha elhibázza. Úgyhogy megy is. 3-at kellett dobni, meg is dobta, és eljön ide segíteni.
Ugye azért jön ide, és nem ide, ha ide jönne egyel fentebb ment volna, nem tudott volna segíteni, mert a blitzernek a szerelési zónájában lett volna, ott nem tud segíteni. Akkor nézzük ezt az embert. Ahhoz, hogy ő blitzelni tudjon, ő nem is tud blitzelni. Hát akkor kénytelen vagyok még egy embert odavinni. Akkor elszámoltam, ugye? Ő, hogy blitzelni tudjon, hogy három mozgáspontért áll fel egy játékos, marad neki három mozgáspontja, ugye 6-ból 3, 3, 1, 2, 3, meg még két extra mozgás, az ugye nem tudok erről ráfordulni, mert pont elfogy a mozgás, ami a két extra mozgással is, hogy nem tudok semmit csinálni. Akkor ő tud blitzelni, de ha erről blitzelek, akkor ott lesz a blitzel, aki segít, mert ugye ő nincs fogásba. Tehát kénytelen vagyok fogást oda vinni. Kénytelen vagyok egy 3 pluszos dodge-ot bevállalni, ami nem jön össze elsőre. Ezért van az újradobás, amiből még 3 van mindig, elhasználok egyet, és reménykedek, hogy összejön. Össze is jött, lefogtam, tehát ez a blitzer már nem tud segíteni itt. Kénytelen vagyok még egy 3 pluszos dodge-ot ellépni ettől az orktól. Nézzük, összejött, és így megvan a két kockám a labdára. Hát, vagy azt választom, hogy eltolom, vagy azt, hogy mind a ketten elesünk. Ebben a szituációban mindenképpen azt választom, hogy mind a ketten essünk el. Miért? Mert, ahogy mondtam, felállítottam mindenkit, akit akartam, és a labda viszont nem lesz az ellenfélnél. Ugye, ha csak toltam volna rajta egyet, akkor még mindig nála maradt volna a labda, meg lett volna az esély arra, hogy következő körbe cselez egyet, vagy bármilyen ork rafinériát alkalmaz. Így viszont már elvesztette a labdát, valamit már csinálnia kell, hogy megszerezze újra, fölvegye. Pontosan, szerintem a labdásnak mindig feküdnie kell. És ezért van az, hogy ha ilyen nagyon kockázatos dolgokat akarsz csinálni, akkor a kockázatos dolgot hagyod mindig a végére. Kockázatos dolog marad a végére, itt már én simán hagyom, hogy elfeküdjön a saját játékosom is, ha arról van szó, mert már mindenki másra megcsált, amit akartam a kevésbé kockázatosoknál. Ugye ezt jól csinálja, Hemu most megtakarította itt a mezőt. A kérdés, hogy a labdással akar-e valamit csinálni, vagy a dobóval akar-e valamit csinálni, ha nem, akkor már rég fel kellett volna, hogy állítsa. Ha igen, akkor akkor majd meglátjuk, hogy mit szeretne vele csinálni. Akkor maximum cselezni tud, bevédi a labdát. Én ebben az esetben egyébként nem, van még újradobása, egy. Én nem kockáztatnék például ezt, amit most itt látod ki, cselez, oda megy, túl bonyolult. Ott van üresen egy blitzer, aki simán oda tud lépni, és fel tudja venni a labdát, 3 plusszal. Elsőre nem jön össze. Szia, Körci. Másodszor viszont összejön. Most, ha nagyon akarja, akkor megkockáztathatja azt, hogy beszalad vele, de ugye, mint látjuk, az már egy go for it. Az azt jelenti, hogy ha viszont egyes dob, elesik a labdástól és labdával is véget ér a köre. Kérdés az, hogy jó helyen van ott. Nincs rossz helyen, de a dobó még mindig fekszik. A dobóval kell kezdeni, hogy felálljon. Fussál. Azt üzeni Szenor, fussál. Ne higgyél neki, hogy imposztor. Ugye most, ha nem lépsz utána itt a Black Cork-kal, akkor a Black Cork ott marad segíteni, és akkor van két kockád. Igen, Patrik, fussatok, bolondok. Megpróbálja bevédeni a labdát, de majd elhasználta az újradobást, ugye jelenleg, szia Beru, jelenleg a Blood Bowl 2 szabálya szerint egy körben egy újradobást lehet elhasználni. Elhasználta az egy újradobást a labda felvételre, így nem maradt újradobása. No, most nekem akkor vannak játékosaim, megint ővel akarok csinálni valamit, hát egy catcher lehet, hogy érdemes lenne, ővele viszont nagy valószínűséggel semmit nem akarok majd csinálni, úgyhogy őt fel is állítom. Megint ki kellene alakítanom a két kockámat, mert erről akarok blitzelni.
itt tök jó egy segítség, mert ha ide állítok egy segítséget, akkor az nincs fogásban. Kit állít csak oda? Ha őt állítom a segítségnek, akkor valakivel el kell cseleznem. Ha már el kell cseleznem, akkor lehetőleg egy olyannal cselezek el, akinek van cselezés szakértelme. Tehát kezdem azt, hogy ővele kijövök és ide állok segíteni. Ugye, mint mondtam, hármas ügyesség, üres mezőre lép, hármas lesz, vagy hármat kell dobni a cselezéshez. Van cselezése, tehát remélhetőleg, hogyha elrontja és újra tudja dobni. Ez meg is van, odaállt. Most innentől kezdve innen ez sima kettő kocka. Mert ugye, akit oda vittem, neki hármas az ereje, mint látjuk. Az enyémnek hármas az ereje, őt, akit oda vittem, plusz egy erő, tehát nekem már négyes lesz az erőm, így simán le tudom ütni. Na jó, nem biztos, de szerintem de. Mert a cheat program azt mutatta. Na jó, nem. Újra kell dobnom. Ezt nem fogom annyiban hagyni, hogy ugye talpon maradjon, mert vagy én esek el, vagy csak ellök, vagy csak arrébb tolom. Hát ezt nem hagyom, el kell esni, így is van. Ez azt jelenti, hogy ő esik el, eltolom és elesik, eltolom és elesik, kivéve ha van cselezése. Mondjuk mind a kettőre elesne, úgyhogy tök mindegy. És választom, hogy olyan mezőre megy, ahol kevesebben van, a kevesebb ork van, és utána lépek. Hát, hogyha a labda olyan helyre pattan, ahol... Hát nem. Arra gondoltam, mi van, ha a labda ide pattant volna, akkor ő vele megpróbálhatnék rárepülni a labdára. No, kockákat nézzük. Ővel, ha blokkolok, az mínusz két kocka. Miért? Neki négyes ereje van, nekem hármas erőm. Ha én blokkolnék, nincs egyenlő erőnk, de ő választana, mert ő az erősebb. Na nézzük, mi legyen akkor. Ha én ővele kicselezek, akkor 3 plusszal cselezek ki. Itt ugye a mező is mutatja, hogy mínusz 2. Alapesetben 3-mal veszem fel a labdát. Tehát mínusz 2, 5-tel venném fel a labdát. Ugye ez a jó benne, hogy bármikor, amikor nem tudod pontosan, hogy mit kellene csinálni, akkor nem kell gyorsan klikkelgetni, csak szépen kijelölöd, vagy kijelölsz egy messze lévő mezőt, és a gép automatikusan kiír, hogy miket kell dobni hozzá. Nem feltétlenül mindig a legjobb mezőt fogja, vagy a legjobb utat fogja neked választani. De simán egyesével is kijelölted a mezőket. Oké, oda akarok menni. Hát miért ne? Egyszer élünk. Hármas cselezés megvolt, ötös labda felvétel nem. Újradobásomat elhasználtam ugye a blokkolásnál, vagy blitzelésnél, úgyhogy ennyi volt a köröm. Ugye nekem ez volt az utolsó köröm. Hemulnak van még egy esélye, hogy bevigye ezt a labdát. Ezt csak megmutattam, hogy létezik ilyen szemben, hogy bele lehet klikkelni a világba. Két kockás ügye üti. Most akár rá is tolhatja a labdára, választhat, hogy a labdára dolja, és akkor a labdá, esetleg a labda jó helyre pattan. És ugye azon kellett volna gondolkozni, bocsánat, nem, picit nem figyeltem, néztem a csetet. Azon kellett volna gondolkozni, utolsó kör, ki az, aki be tudja vinni, és hogyan tudjuk bevinni. Úgyhogy most jelenleg a labdára kellett volna jobban fókuszálni, jelenleg viszont nem tűnik úgy, hogy nagyon könnyű lenne bevinni ezt a labdát. Amit meg lehet csinálni, hogy ezzel a fekvő játékossal, ezzel a blitzerrel megblitzeli ezt a kettes erő catchert. Az neki két kocka és ő választ, és esetleg rátolja a labdára. Nem tolja rá, de mondjuk rátolja akkor. Volt blokkolása, leüthette volna. Ugye volt blokkolása, leüthette volna. Így viszont nem sok esély van arra, hogy be tudja vinni a labdát, Hemul. Ez előfordul fekete Black Orc-kal. És akkor itt a vége az első fél időnek. És ugye most, amiről beszéltem, időjárás, majd fontos lesz, hogy aki a pályán volt, az mindenki dob. Aki egyes dob, az nem jön fel. Hát mind a két oldalon volt egy-egy.
Tehát Hemulnál egy Black Cork, nálam meg egy Catcher lemarad. Gyakorlatilag két ember hátrányban vagyok, mert van egy sérültem, meg a napszúrt a srác. Ugye, amit mondtam, három játékost előreállítok. Alapesetben csak hármat akarok előreállítani, nem többet, mert ezeknek az embereknek lesz meg az esélye, hogy meghalljanak elsőként. Általában olyan játékosokat akarok előreállítani, akikért nem feltétlenül kár. A skillesebb játékosokat, mint például a blitzerek, akik gyorsabbak, azokat próbálom úgy elhelyezni, hogy ugye minden egyes játékosnak a körülötte lévő mező a szellési zónája. Tehát nem baj, hogyha kettő távolságra vannak egymástól, mert ez a szellés, ez a... ez a mező fogva van ettől a játékostól, ez a mező meg fogva van ettől a játékostól. Tehát nem tud úgy átjönni egy ork, hogy ne kellene cserezni. Tehát felállítom a játékosokat. Orkokról beszélünk, nem túl gyorsak. Tehát nem kell nagyon hátraállítanom a csapatomat, mert nem fognak nagyon előre szaladni. Ugye a legnagyobb mozgás az 6, tehát még ha ideállít valakit közvetlenül legelőre, akkor is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 go for it. Tehát a két go for it-os maximum idáig jön el, ami azt jelenti, hogy simán odaérek bárkivel. Tehát a kötelező 3 előre, ne felejtsük, hogy a szélzónába, aki esetleg nem tudná, a szélzónába, ebbe a sávba maximum 2 játékost állíthatsz, mind a két oldalon, előre muszáj 3-at tenni, szélzónába maximum 2. Általában úgy szoktam beállítani, hogy legyen egy, ugye az első sor mellé, legyen egy következő sor, amin lehetőség szerint nehéz áthatolni. Tehát lehet, hogy meg tudja kerülni, de az orkok viszonylag lassúak, mire megkerül, nem fog tudni idáig bejönni. Tehát maximum idáig tud eljönni, itt valamit, itt le tud táborozni, egyik embert le tudja ütni esetleg az egyik szélen, hogyha azt szeretné, de ennél tovább nem nagyon fog tudni menni. Úgyhogy felhúzok ide is egy vonalat, illetve beállítok ide még két játékos, nem túlságosan hátra, úgyhogy őket ne nagyon lehessen elérni. Tehát ők a mobil játékosaim. Ők, akiket majd könnyen tudok mozgatni akármerre, és hogyha az van, hogy ezen az oldalon kezd el támadni, akkor könnyen át tudom hozni. Őket ugye előre jön az orkokkal, le tudja fogni. És akkor cseleznem kell, mert fogásba akarnak elszakadni. Őket biztosan nem fogja tudni lefogni, vagy hát nagy valószínűséggel nem. Ugye egyiket le tudja ütni, esetleg el tudja jönni lefogni, de általában nem. Úgyhogy én általában így szoktam felállítani, nem túl közel egymáshoz, hogy ne legyen az, hogy egy játékossal kettőt fog le. Én szeretek ilyen nagy űrökkel játszani. Igen, csak egy hétig tartja meg ezt a videót, azt hiszem Twitch, de ha gondoljátok, letöltöm és felteszem YouTube-ra, és akkor később is elérhető. Illetve ha gondoljátok, csinálhatunk olyat is, hogy adott fajokat nézzünk meg esetleg adott fajok ellen. Játszhatunk olyat is, hogy oktató jelleggel hogyan játszanánk, nem tudom, goblinokkal az elfek ellen. Klasszikus mérkőzés. A játék alapból megadja neked kirúgásnál, hogy mi a közepe. Érdemes a közepére tenni, mert középkezdésnél maximum a D6-ot mehet bármilyen irányba a labda. Tehát, hogyha véletlenül 6-os dobsz, és D6-ot megy valamilyen irányba, és ott lepattan. Lehet, hogy csak egyet megy, lehet, hogy kettő mezőny, de lehet, hogy 6-ot megy, és egészen kimegy a szélére, és még onnan pattan egyet. Tehát még lehet, hogy így is kimegy, de ezért kell mindenképpen, ha csak nincs valamilyen olyan szakértelmed, ami segít a rugásba, középre tenni mindig a labdát. Quick snap, az azt jelenti, hogy a fogadó csapat, aki kapja a labdát, ezúttal Hemul, a játékosai léphetnek egy mezőnyit. Ilyenkor minden szabályt figyelmen kívül lehet hagyni, tehát át lehet menni az ellenfél térfelére, kimehetsz a szélzónába, elmehetsz középről.
nincs semmilyen szabály, egy mezőnyit kell menni, vagy nem kell, lehet menni. Ugye ilyenkor pontosan az, amit Hemul is csinált, hogy alapesetben a labdát felvevő játékosod, ami legtöbbször a dobó, ő megpróbál a labda irányába menni, mindenki más meg azt nézi, hogy hogyan tudná nagyon verni a másikat, meg milyen pozícióban lenne jó helyen. Ugye a támadásnál azt akarod csinálni, amikor az ellenfél feláll három emberrel veled szembe, az elsődleges dolog, ha főleg ha a labda így hátra ment, nincs az a veszély, hogy én oda fogok szaladni, azt nézd meg. Ez a maximum távolság, amíg el tudok jutni. Tehát minimum két kör nekem, hogy a labda közelébe tudjak jutni. Tehát az elsődleges dolog az, hogy próbáljál minél több sérülést okozni. Tehát a lényeg az, hogy majd a te körödben, amikor elkezdődik, akkor üsd le az én játékosaimat, próbáljál sérülést okozni. Lehetőség szerint minél többnek. Ez a három embert, azt kell megnézni majd, ha úgy gondolod, hogy lépte mindenki, akkor nyomjál rá, Hemul. Ilyenkor lepattan a labda. Ugye, hogyha nagyon a végében volna, és ki is pattanhatott volna. A labda azért rossz, hogyha kipattan. Ha kipattan a labda, akkor bármelyik játékosának odaadhatja. Tiszta csillag, fekszik. Mindig mennék utána, hogy fogásba legyen. Törik is a páncél. Ugye látjuk, 9-et kellett dobni, 9-et, vagy 9-et, vagy annál nagyobbat, 9 pluszat kellett dobni, dobott 9-et, 9-et dobott sérülésre, ami pedig KO-t jelent. Nincs cselezése a játékosomnak, tehát esik. Ilyenkor érdemes betolni a másik elé, hogy még ő is tudjon ütni egyet. Tolni és fogásba maradni, hogy ne tudjanak az embereim könnyen mászkálni. És ugye ne felejtsük, hogy még mindig van egy blitz. Tehát az mindenképpen legyen egy blitz. Üssünk meg valakit. Ugye gondoljuk, hogy ki is az, akit akarunk ütni, kinek akarunk fájtalmat okozni, mondjuk jobbára mindenkinek. De például, ha már itt van, akkor lehet, hogy ez a dobó ez teljesen jó célpont lesz majd erre a blitzre. Ugye elmegy a labda felvételre, a dobó felvette, amit láthatod, kijelöli. Ha ráklikkelsz a játékosra, kijelöli, hogy meddig mehet még, vagy mi az a maximum, amit extra go-for-it-okkal meg tud tenni. Ha nagyon sietsz, akkor tudsz egy passzot dobni, vagy ha megteszed ezt a két go-for-it-ot, megteszed a két extra mezőt, ugye nem szabad egyes dobni, akkor kézből kézbe is át tudod adni a labdát. Ugye? Egyes dobott. Az első go for it-ra 4. A nagy átok, ugye a dupla egyes. Kíváncsi vagy, hogy mi történt, nem tudod pontosan, bármikor ráklikkelsz ide az alsó sávra, kiírja. Ugye a labdát felvette, extra mezőt akart lépni, 2 plusz kellett hozzá, 4-et dobott, sikeresen megvolt. Második extra mezőt akarta lépni, 1-es dobott, nem sikerült. Újra dobta, újra 1-es dobott. Utána páncélja meg nem sérült, tehát. Ugye én most, ha nagyon akarnék, két go-for-it a labda mellé tudnék menni, fel tudnám zavarni. De ugye a legelső dolog, ővel nem akarok semmit csinálni, felállok. Én is úgy gondolom, hogy pofoszkodni akarok. Na nézzük akkor, meg akarom ütni őt. Na, csönd legyen. Emberek, csönd legyen. Ugye meg akarom ütni őt. Az látható, hogy nekem 3-as erőm van, neki 4-es ereje van. Tehát ha ezt így megütöm 1-1-be, akkor ő választ. Az nekem nem jó. Akkor oda viszek egy embert. Úgy kell oda vigyem, hogy tudjon segíteni, de ne legyen fogásban. Ha ide viszem, nem jó, mert fogásban lesz tőle. Tehát ide kell, hogy hozzam. Ide hozom oldalra. Oké. Akkor most már megütöm. Ollé, de ez még mindig nem két kocka. Miért nem? Mert az enyémnek 3-as ereje van, az övének 4-es ereje van. Az enyém hozzád plusz 1 erőt, akkor még azt jelenti, hogy az enyémnek 4-es ereje lesz. És az övének is 4-es ereje. Tehát még mindig csak kiegyenlítettük az erőt. Akkor az azt jelenti, hogy még egyet oda kell vinnem. Oké, akkor oda viszek még egyet. Ugye olyan helyre vittem, ahol nincs fogásban, orkok nem macerálják, így tud segíteni. Így már ő is ad egy erőt, meg ő is ad egy erőt, akkor hirtelen az én erőm az 3-asról 5-ösre változik az ellenfélnek, 4-es, így már 2 kocka.
mind a ketten elesünk, az nekem nem jó, mert véget ér a köröm, és még annyi mindent szeretnék csinálni az életbe, úgyhogy újra dobom. Nem lettünk sokkal előrébb, vagy azt mondom, hogy én esek el csak magam, vagy hogy mind a ketten, úgyhogy mind a ketten elesünk. Ugye ez a szerencse faktor, amivel nem sok mindent tudsz csinálni. Megpróbálod mindig kidolgozni a legjobb a szituációt, de valamikor nem jön össze. Nincs bekapcsolva a cheat az ASMR. Ugye én lehet, hogy ilyenkor mindig maximalizálnám a blokkok számát. Először ővele blokkoltam volna, az két kocka lett volna, ugye a blitzerrel. És hogyha nem sikerül, akkor betoltam volna a fekete orkát, és még két kocka. Így ugye volt egy blokja, úgy meg lehetett volna kettő blokk, ha úgy alakul. Mi volt a kérdés, bocsi? Milyen fajjal kezdtem el játszani? Emberekkel játszottam először. Ember volt az első csapatom. A legelső, az volt a neve, hogy Fabulous Disaster, a csodás csapás. A kedvenc dobóm Orbitál Iván volt. Ugye összehozza ezt a klasszikus cage-et, amiről beszéltem. Labdás négy sarkán, gyakorlatilag lehetetlen, nem lehetetlen, de hatost kell dobnom, hogy be tudjak jönni ide. És még akkor is csak egy kockával tudom blokkolni, ha mind a két játékos le van fogva itt. Ugye ez az nagyon nehéz feltörni. Ilyenkor igazából nem is nagyon sokan vannak, talán az elfek, meg egy-két ugra-bugra népség, aki be tud ugrani, azok akik itt tudnak veszélyeztetni, mások nem. Na nézzük akkor, ővele szeretném őt blokkolni, egy kocka. Ő miért nem tud neki segíteni, miért nem tud az orknak segíteni? Hát azért, mert fogásban van az enyémtől. Akkor nekem kell odavinni egy embert, aki segít. Én ilyenkor azt szoktam, hogy haladjunk előre, oda vihetném őt. De nem viszem oda előre, mert nekem ő egy jó előlévő pozícióban van, ő majd előre fele fog figyelni. Hasznossá teszem azokat, akik nagyon hátul vannak. Tehát mondjuk ő tök hátul van, akkor azzal hasznossá teszi magát, hogy előre jön és segít egy blokkolásba. Ide lép, ugye így nem lesz fogásba. De még mielőtt blokkolnék, nehogy valami olyat dobjak, hogy az agyvizem is elfolyjon, álljak fel azzal, akivel tutira nem akarok semmit csinálni. Feláll, semmibe nem kerül, nincs benne kockázat, kár lenne itt hagyni. Jó, akkor blokkolok vele, nézzük. Két kocka, mivel hogy ő segít. Leütöm. Tolom be ide a tömegbe. Utána lépek. Na nézzük, itt, ha megblokkolnám, az egy kocka lenne. Miért lenne egy kocka? Mert ő már tud nekem segíteni. Nincs senkinek, sincs ellenfél szellési zónájába. Ők, meg miért nem tudnak neki segíteni? Mert ő lefogja őket. Tehát ők ellenfél szellési zónájában vannak. Itt. Ezért nem tudnak segíteni. Ő viszont senkinek nincs ellenfél, aki... Ugye a fekvő játékosnak a szellési zónája nem számít. Tehát akkor most megcsinálom azt, hogy ő vele odajövök segíteni, és akkor kialakítok egy két kockát. Ide jöhetnék segíteni, vagy ide jöhetnék segíteni. De viszont én támadó, agresszív segítséget akarok nyújtani, tehát előre megyek. Ugye itt se lesz szellési zónában, tehát inkább ide jövök. Ezzel haladok is előre, meg segítek is neki. Esik. És lépek utána. Oké. Most amit tehetnék az, hogy ide megyek, és lefogom az egyik vagy másik emberét. Az azért nem jó, ha ide megyek, és itt megállok vele szembe. Blitzelni nem akarom. Ha őt blitzelem, az egy kocka. Egy kockásat én nem igazán szoktam rizikózni, de jó, van amikor. De nem sokszor. Ha ide állok, akkor pedig ő a következő körében csak idehoz egy segítséget, és simán két kockával megüt. Tehát gyakorlatilag felkínálom azt, hogy üssön meg. Így aztán nem is fogok oda menni, hanem csak ide állok, hogy így zavarjak. Innentől kezdve, ő, már ha őt le akarja ütni, akkor két emberét mozgatnia kell,
két emberét elhasználja arra, hogy őt leüsse, akkor gyakorlatilag maradnak hárman, szépen kezd felhígulni ez a ketrec. Vagy megpróbálja kikerülni, vagy megpróbálja máshogy megoldani, de a lényeg az, hogy ő már itt zavar. Nézzük, hogy tudunk-e még blokkolni. Ennyiből szerencsés, ugye, hogy a játék kiírja, hogy merre fele ánykockával tudsz blokkolni. Ugye ő 4-es erejű, az enyém 3-as erejű, de egy segítséggel, ki tudom egyenlíteni az erejét, tehát egy segítséggel 4-es, 4-es erő, egy kocka. Itt egy kocka miért? Mert senki más nem tud segíteni, mindenki szellési zónában van, őt megblokkolom egy kockával, mert bátor vagyok, le is ütöm, és nem akarok utána lépni. Ővele még jövök zavarni. Ugye gyakran van ez, hogy gyors csapatok, meg ügyes csapatoknál megcsinálod azt, hogy ha van egy labdás, főleg egy cage-el, vagy csak egy-két játékossal, gyors csapatokkal megpróbálod elszeparálni azt a labdás csapatot, azt a csoportot inkább. Ők ugye itt verekszenek, én meg próbálom előre hozogatni ügyes játékosokat, sokszor látod ezt Koditól, a patkányoktól, hogy gyorsabban jönnek előle, Elfek Swift is ezt szokta használni, megpróbálja elszeparálni, és próbálja támadni ezt a labdás csoportot. Ugye ők 4-es ügyességgel, beszélek itt az elfekről, vagy a csatornapatkányokra, nagyon könnyen elcseleznek, csak egyesre hibázzák a cselezést általában. Tehát ők nagyon könnyen ellépnek, míg az orkoknak azért 3-at kell dobni, vagy a Black Orkoknak éppen 4-et ahhoz, hogy üres mezőbe is elcselezzenek. Tehát ők sokkal kötöttebbek, nem tudnak olyan gyorsan elmenni. Egy ügyes csapat viszont is simán ketté tudja szelni az ellenfél csapatát, és tudja simán terrorizálni a labdát. Szia, Kage! Preferencia kérdése, Mifu, azt mondod, hogy blokkal rendelkező játékossal nem túl kockázatos egy másik játékost 1v1-be blokkolni. Attól függ. 1-6-hoz, hogy koponyát fogsz dobni. Ugye egyetlen egy rossz kocka van neked. Ugye a kockán, milyen kockák vannak, vagy milyen jelek vannak a kockán, van toli, az nem rossz, abból van 2. Van a 2 csillag, az nem rossz, illetve a boat down, az se rossz, egyetlen egy rossz dolog van benne, a koponya. De 1-6-hoz, hogy koponyát fogsz dobni. És ha koponyát dobsz, akkor mi történik? El fogsz használni egy újradobást? Vagy inkább hagyod, hogy elessen a csapattársa, vagy elessen a játékosod? Én úgy vagyok vele, hogy inkább nem rizikózok, de mondom, ez csak az én egyéni preferenciám, ezt mindenki saját maga dönti el, hogy mit szeretne. Én nem szoktam, vagy nagyon ritkán, nem mondom, hogy nem szoktam, nagyon ritkán dobok egy kockát. Ha úgy érzem, hogy fölényben vagyok, akkor egy kockázok. Ha vezetek sokkal, mondom, vagy emberfölény, vagy pontszám fölényben vagyok, akkor igen. Akkor mindenképpen. Ha úgy akarod nézni, igen, akkor 2+. 2+, hogy valami rossz történik. Vagy bocsánat, 2+-szal nem történik rossz. De én mondom, én nem. Ha nem muszáj, én nem kockáztatom. Ugye szokásos, kezdjük, amivel kezdeni kell, feláll a játékosom. Na most azt nézzük, hogy kellene akkor nekünk még embert hozni. Most a legfontosabb nekünk a labda. Kellene embert előre hozni. Itt mindenki fogásban van, tehát mindenki cselez. Nézzük azt, hogy hogyan tudnánk felszabadítani játékost. Ugye itt látunk egyet, akit biztosan fel tudunk szabadítani oly módon, hogy itt blokkolunk egyet. Ha őt már el is toljuk, akkor ő biztosan felszabadul. Oké, tehát akkor őt megblokkoljuk. Eltoljuk. Ide. Nem megyünk utána, mondjuk. És így már ő felszabadult. Egy catcher. Akkor mondjuk ide megy. Ha bármi olyan van, hogy kijelölsz valamit, ugye a gép ki fogja neked írni, hogy jó, ide csak 2 góforittal tudsz eljutni, ide 1 milliót kell dobni, nem is kicsiket, hogy eljuss. Egyéni preferencia. Ha ide akarsz eljutni csak,
A gép ki fogja jelölni azt az útvonalat, ami a legrövidebb dobás nélkül. Tehát ha mondjuk spórolni akarsz, akkor lehet is azt mondod, hogy nekem van egy 4-es ügyességűm, én be akarok vállalni egy 3 pluszos cselezést, csak hogy lerövidítsem az utat, és spóroljak mozgást, akkor bevállalhatod. Így is úgy is van dodge-om, bevállalom, miért ne? De nem jött össze, de hülye vagyok, miért vállaltam be, mikor oda tudtam volna menni? Simán. Ugye, dupla egy, ugye cselezése volt, 3 pluszra 1-es dobott, megpróbáltam még egyszer, automatikusan a cselezés miatt, 1-es dobott, fekszik. Ugye orkoknál most a lényeg az, hogy a két csapat részt, meg látod ezt orkoknál is, Kemrinél is, bárkinél, aki nem feltétlenül arra megy, hogy dobja a labdát, passzolja a labdát, hanem vigye előre a lastit, hogy nagy tömegbe erősek nagyon. Tehát most ennek a labdás csoportnak az lenne a lényeg, hogy ide felzárkózzon, itt legyen a többségben a... Hogy van? Vagy egy, mi van? Egységben az erő? Vagy hogy van? És ugye neki nem kell sietnie, ha egy ilyen mérkőzés szituáció van, első fél idő 0-0, ugye mindig az a csapat van előnyben, aki támad. Ugye az első fél időben én támadtam, én kezdtem a játékot, én támadtam, most a második fél időben Hemul kezd, ő támad, tehát neki van lehetősége touchdown szerezni. Nyilvánvaló, hogy ő azt szeretné, hogy minél később vigye be a labdát, ha idás esetben az utolsó körébe beviszi, 16. körbe, akkor emberekkel nekem egy kör alatt, ugye képtelen vagyok egy kör alatt beérni. Tehát ezt a meccset meg fogja nyerni nagy valószínűséggel, ha csak valami nagyon olyan középkezdési esemény nem történik, nagy valószínűséggel meg fogja nyerni. Tehát ők, az orkoknak nem kell sehova sietni, nem kell passzolgatni, nem kell semmi módon sietetni ezt a játékot. Szép komótosan be kell mászni vele. Megütött a játékosomat, én mondjuk ettől idegbe kerültem, teljesen. Belém szállt az ideg Mónika, és az van, hogy ezért ezt a fekete orkot úgy döntök, hogy nagyon megütöm. Ide esik a fekete ork. Valóban. Hát nem sérült meg, de mivel hogy annyira idegbeteg vagyok, hogy elfelejtettem fölállni a játékosokat, amiket legfontosabb lenne, úgyhogy gyorsan fel is állítom. Ez annyira ideges vagyok, hogy meg fogom taposni, ugye szabálytalankodok. Minden körbe egyszer szabálytalankodhatsz egy játékossal. Az esély megvan arra, hogy a bíró kiállít. A szabálytalankodás azért jó, mert ugyanúgy működik, mintha blokkolná valakit, de nem kell blokkolni, mert a földön van már, egyszerűen csak a páncéljára kell dobni, hogy megnézzük, hogy benn van-e a páncél. Ugye, ha én ide mennék, és ki meg is mutatja, hogy szabálytalankodok, 10-et kellene dobnom, alapesetben a páncélra, minthogyha sérülne, de minden egyes játékos hasonlóan, mint ahogy a blokknál, aki nincs fogásban, az tud segíteni. Asszisztálni tud a szabálytalankodásba, és minden egyes játékos, aki asszisztál a szabálytalankodásba, az levesz egyet a páncélból. Tehát 10-et kellene dobnom, de mivel hogy ő nincs fogásban, asszisztál, ezért 9. 9-el már bent van. Ő ugye nem tud segíteni, mert ellenfél szellési zónájában van. És azt mondom, hogy egye fene, 9, én rámegyek, mert nem bírom más tovább. Kilencet kellett volna dobnom, ugye, hármat dobtam, nem történt semmi. A bírónak megvan az esélye arra, hogy meglátja ezt, hogy szabálytalankodtam. Akkor látja meg a bíró, hogyha duplát dobok. Dupla alatt pedig két egyest, két kettest, két hármast értek. Vagy a páncélnál, ugye a páncéldobás után, hogyha bent van a páncél, következik egy sérülésdobás, megnézi, hogy mi történt vele. Alapesetben csak lefordul a fűbe és kimarad egy körből, vagy KO, vagy sérülés.
amennyiben duplát dobok ott is, akkor is kiállíthatja a bíró. Tehát nem elég az, hogy itt nem szabad duplát dobni, még nem szabad duplát dobni a sérülésnél se. Bármelyikre duplát dobsz, a bíró kiállít. Akkora menő vagyok, hogy én rámegyek még úgy, hogy két kocka és ő választ. Hogy ilyenkor megdobom, megkérdezi a gép, hogy jó ez nekem, újra akarom dobni, vagy elfogadom azt, ami itt van. Hát, én olyan menő vagyok, hogy én újra dobom. Ez azt jelenti, hogy mind a ketten elesünk, kivéve akinek van blokkolása. Nekem van, neki nincs. Ez meg az, hogy ő esik el. Hát, bejött. Most ő választhat, hogy hol esik el. Nem tanácsolnám senkinek, hogy így játszon ezzel a játékstílussal. Amint látszik, elment egy újradobásom, és nem sok mindent értem el vele. Ezek az ilyen dolgok maradjanak meg a legutolsó dolognak, amikor már semmi nincs. Amikor már az van, hogy egy trollnál vagy egy ogrénál van a labda, és ott áll a touchdown vonalán, és csak le kellene ütni, na akkor rámegyek. Alapesetben, amikor tanuljuk a játékot, amikor próbálkozunk, ilyet nem csinálunk. De vegyük azt, hogy minél nagyobb szakértelmekkel rendelkezik a játékosunk, ebben az esetben egy blokkal rendelkező játékos, még mínusz két kockával is le tudta ütni a nála erősebb Black Orcot. Tehát az esély megvan rá, de mondom, én azért nem alapoznék rá soha. Én még egy kockával se dobok, nem hogy mínusz két kockával. Akkor az orkok, ahogy eddig is viszik előre a cage-et. Ha te egy ilyen szituációban vagy, hogy az ellenfél úgy néz ki, hogy touchdown-t fog vinni, vagy azért, mert nagyon ügyes, vagy azért, mert nagyon gyors, vagy azért, mert nagyon erős, mondjuk a nagyon erősnél nehezebb megcsinálni, de a nagyon ügyesnél, nagyon gyorsnál meg tudod azt csinálni, hogy megpróbálod vele minél előbb bevitetni a labdát, ha már más nincs hátra. Ugye ebben a szituációban ő esik el, vagy mind a ketten. Én például ez az a szituáció, ahol nem dobtam volna újra. Miért nem dobtam volna újra? Egyetlen egy újradobása maradt Hemulnak. És abszolút lényegtelen volt a touchdown szempontjából, vagy a csapat szempontjából, egyetlen játékos volt, akivel nem mozgott. Tehát abszolút lényegtelen volt, hogy elesik, vagy nem esik el. Tehát ugyanezt történt volna, mint most, csak annyi különbség, hogy az én játékosom állt volna. Semmi nem változott volna. Tehát én nem dobtam volna el az utolsó újradobást, mert lehet, hogy az utolsó újradobás majd kelleni fog. Vagy kellene, ha maradna. Tehát visszatérve arra, hogyha az ellenfél így meglódult, és úgy néz ki, hogy most már hamarosan beviszi, gyakori az, hogy azt látod, hogy a játékos nem viszi be, hanem csak így megáll itt, és várja, hogy tik-tak teljenek lefelé a körök, húzza az időt, csak azért, hogy te már ne tudjál touchdown-t vinni. Ugye akkor azt kell csinálni, hogy amennyire csak lehet rámenni arra, hogy ő minél előbb vigye be a labdát, ugye két kocka, utána lépek, és így gyakorlatilag itt mindenki felszabadult. Ő nem, mert ő most állt fel, de velük tudok jönni. Sőt, lehet az lesz, hogy blitzelek, ugye két kocka én választok, miért? Hármas erő, hármas erővel szembe, plusz egy nekem tud segíteni. Leütöm. És utána lépek, és már fogom is a labdát. Krozig megsérül. Nincs gyógyítója, nem tudja gyógyítani, úgyhogy megy le a pályáról. Már fogom is a labdát. Már lehet, hogy úgy van az ellenfél, hogy basszus, jó lenne, ha lenne egy újradobásom, mert lehet, hogy valami olyan hiba van. Emberek, csönd legyen. Na, szóval, hogy lehet, hogy olyan dolog lesz, ami miatt egy újradobás jó lenne.
Tehát ami az egyik legfontosabb dolog, meg kell tanulni azt az új játékosoknak, hogy kontrollálni kell az újradobásokat. Ha a labda biztonságban van... Hihetetlenül agresszívek vagytok, az igazság. Ha a labda biztonságban van, akkor ritkán fogok újradobni dolgokat. Próbálom megőrizni az újradobást, amennyire csak lehet. Próbálok mindenkit elhozni onnan. Nem baj, ha itt fölényben vannak, nekem most ide kell koncentrálni. Itt a labda. Ugye már most, ebben a pillanatban Hemulnak azon kell, hogy járjon az agya, hogy basszus, hogy fogom ezt megoldani, honnan fogok blitzelni. Ugye igazán a rutinos játékos akkor vagy, ha már ezeken, amiken így lépkedek, akkor már fejedben benne van a terv, hogy oké, azt fogom csinálni, hogy ővele meg fogom blokkolni őt, ővele ki fogok jönni, ővele ő segít, és már tervezed azt, hogy mit fogsz csinálni, hogyan fogod a labdásodat felszabadítani. Ugye ez különböztet meg mondjuk a kevésbé tapasztalt edzőket a rutinos edzőktől, hogy amikor mondjuk én a körömre rányomok, hogy end turn, akkor a legtöbb rutinos edzőben már benne van, hogy ő tudja pontosan, mit fog csinálni. Pontosan tudja, hogy ide fogok menni, ezt fogom csinálni, és gyakorlatilag csak végig kell klikkelni. Legtöbb, mondom, rutinos edző az egy perc alatt, másfél perc alatt ebbe a játékba végignyomja a körét. Mert igazából mondom, már az ellenfél körében végignézte azokat a szituációkat, amik jöhetnek. Tudom, ez idővel jön. Ezért mondjuk a Superliga 2 perces, ezért mondjuk a magyar nemzet, magyar bajnokság első osztálya 2 perces, minden más az 3 perces, mert nyilvánvaló, hogy több idő kell az embereknek, hogy ezt megszokják, rájön a gondolkodásuk, hogy oké, hogyan akarok vagy tudok kialakítani 2 kockákat. Oké, dodge-a van a játékosoknak, tehát nem fog elesni, ugye ez a csillag benne egy felkiáltó jel, azt jelenti, hogy jó, egy kézből kézbe átadás, 3 plusszal, nagyon szép. Ahhoz, hogy beérjen, ha be akarja vinni, akkor kell egy extra mezőt menni, ami egyessel elront. Tehát az extra mező, amit egyessel elront. Amit szoktam mondani még támadásban, nézzük meg, nekem hamarosan jön a 15. kör. A 15. kör az utolsó előtti köröm. Az azt jelenti, hogy a 15. körre szeretnék legalább egy embert olyan pozícióban, ahonnan majd az utolsó körbe be tudok érni. Tehát vegyük azt, hogy ez még tudom, még csak a 14. kör, de vegyük azt, hogy én már ezt most meg akarom csinálni. Tehát előre hozok egy embert. Ha akármi is történik mostantól, nekem egy emberem már olyan pozícióban van, ha jól számoltam, hogy hetet mozog, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 go for it. Tehát ez az emberem, akkor megy még egy mezőt előre. Ez az emberem, a hatodik ha szakad, már, na jó, nem, ha ő törik meg, ő szakad, akkor nem. De alapesetben ez az emberem már az utolsó körbe be fog tudni menni. Tehát elintéztem magamnak azt, hogy én már nyerhetek. Most az lenne a jó, hogyha valahogy ezt a labdát fel tudnám venni, és még előre is haladnék vele. Legjobban a dobó tudja felvenni a labdát. Kérdés az, hogy ő oda tud-e érni. Ugye csak ráklikkelve a játékosra kijelöl, hogy meddig tud elmenni, tehát oda tud menni. Oké. Kicselezhetek a dobóval. Ki akarok cselezni a dobóval? Nem akarok kicselezni a dobóval. Akkor a dobót fel kellene szabadítani, akkor azt jelenti, hogy a blitzet el kellene használni, ezt az embert el kell innen takarítani, hogy felszabadítsam a dobót. Akkor blitzelni kellene. Mondjuk, ha ő oda megy és blitzel, az 2 kocka. Miért? Mert a dobó ott van, és nincs fogásban. Úgyhogy ez nekem jónak tűnik. És utána lépek. És azzal, hogy utána léptem, már itt kialakítottam egy újabb 2 kockásat. Tehát ő, ha már őt blokkolja, az 2 kocka, mert ő utána lépve segítket. Most mehetnék erre a blokkot, nem fogok rámenni. Miért nem fogok rámenni? Mert ez nem a main objective nekem. Nem ez a lényeg. Rámehetnék, és valószínűleg össze is jönni, nagyon pici a százalék arra, hogy nem fog összejönni, de mi van, ha? Mi van, ha dobok dupla koponyát, és elmegy az újradobásom? Az egyetlen egy újradobásot nem erre akarom elhasználni, tehát most megyek a main objektívra, ami a labda.
Kétféleképpen próbálhatom megjátszani ezt a játékot. Ugye van 8 mozgása ennek a catchernek, mehet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és egy góforitta, tehát fel tudja venni a labdát, oda tudja adni esetleg a dobónak egy góforitta, a dobó pedig akár szaladhat előre, és erre elől megúszott emberünknek dobhatunk egy passzot. Vagy választhatjuk azt is, hogy a dobóval megyünk és vesszük fel a labdát, és ő dob egy passzot, vagy tarthatjuk ott is. Én azt mondom, hogy próbáljuk minél előbb előre jutni, tehát megpróbáljuk azt, hogy a catcherre felveszünk, átadjuk a dobónak, dobóval előre megyünk és passzolunk előre egy nagyot. De tudom, hogy ennek a végén passzolni fogok egyet, ő rá itt nem lesz semmi szükségem, tehát ővel amennyire tudok előre jövök. Hármat kell dobnom, hogy annál jobbat felvegy a labdát. Egyes dobott. Na innentől kezdve már elgondolkozok, ezt mindenképpen föl akarom venni, mert nem akarom az orkok veszélyeztessenek engem itt. Tehát mindenképpen föl akarom venni a labdát. Felvettem a labdát. Na de most már nincs újradobásom. Ha lenne, még több is, akkor is elhasználtam ebbe a körbe. Ahhoz viszont, hogy én átadjam kézből kézbe a labdát, kellene dobnom még kettőt minimum. Kellene dobnom egy kettő pluszot, hogy góforítozzak ide mellé, meg egy 3 pluszot, hogy ő elkapja a labdát. És ha nem kapja el, vagy elesik, akkor a labdát gyakorlatilag idehoztam valahova az orkoknak, amit én nem akarok. Tehát inkább rámegyek arra, hogy a labdát megtartom ebbe a körbe, és valamilyen szinten bevédem, illetve megcsinálom ezt az egy blokkot, amit itt hagytam. Csinálnám, ha lett volna időm. Ugye a kérdés Hemulnál az alapvetően, hogy hogyan szerzem meg a labdát. Ezen kell gondolkodni. A blitzere ugye szerintem tudja ütni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 góforitta két kockával simán meg tudja ütni. Ami veszélyes, hogy nincs újradobása. Viszont más esélyesen nagyon van. Maximum annyit tud, hogy visz embereket előre, de ugye mivel, hogy az én catcherem csak kettes erejű, az ő blitzere hármas erejű, az mindenképpen két kocka. Látod, és én pont ezért nem mennék bele már ezekbe a blokkolásokba, mert gyakorlatilag ez itt hátul nem sokat jelent, ha csak nem akarja mondjuk ezt az orkot, akit felszabadított, arra vinni, hogy lefogja ezt a játékost. Vagy valamelyiket a kettő közül, aki olyan szituációban vagy megúszott. Ugye az, hogy ő előre mente, gyakorlatilag maga a blitz szempontjából nem sokat jelent, ezt így is ugyanúgy be kell vállalni. Tehát két kocka, egy góforit, ha egyes dob nem jön össze és elesik, és mehetek tovább, de így is úgy is leüti, vagy helyben üti el, vagy lelöki. Nem lökném be a touchdown zónába, azért, mert ha belöki a touchdown zónába, megvan az esélye, hogy a labda kipattan. Ha a labda kipattan, mehet akármilyen irányba. Ugye most a probléma az, hogy nem nagyon van mozgása. Még egy go for it-ot mehet a labdára, és én lehet, hogy ebben a szituációban meg is kockáztatnám, hogy mennék egyet a labda irányába. Lehet, hogy elesik, de így látod, fogva van a labda. Ha ott maradt volna, akkor a dobom simán fölvette volna a labdát, lépett volna és elpasszolta volna. Így azért nekem valamit ki kell találnom, hogy innen eltakarítsam ezt az embert. Vagy orkot. Vagy mi. Egy kockát nem dobnék rá. Hogy, és ezzel a szituáció igazából most Hemurnál rosszabb, mint ami volt. Ha állva maradt volna ezzel a játékossal, akkor nekem valahogy meg kellett volna oldalom, hogy ez a blitzerem felszabaduljon, valahogy el tudjon jönni, mert ugye szellelési zónában van, minimum cselezni kellett volna. Így most, hogy elhibázta a blokkolást, így most simán lett egy szabad emberem. Tehát gyakorlatilag simán tudom blitzelni ezt a blitzert. Ami eddig nekem gond volt, emiatt a blokk miatt nem lett gond abszolút. Megoldotta nekem az ellenfél. Hát ezért fontos, hogy egy kockát, ha nem muszáj, nem kell bevállalni. Ugye ez nem ideális, de nincs újradobásom, nem tudok semmit csinálni. Gyakorlatilag lehet, hogy abban a szituációban vagyok, hogy kénytelen leszek megpróbálni egy labdafelvételt. Ővele felállok mindenképpen, nagy valószínűséggel nem fogok semmit csinálni. Annyira rizikós ez a szituáció itt, felvenni a labdát és kicselezni, hogy inkább felállok vele. Nem kockáztatom meg, hogy fekve maradjon. Ugye amit csinálnom kell,
Utolsó előtti köröm, ő már jó helyen van, ő már innen be tud menni. Ha ebbe a körbe nem is, de lehet, hogy az utolsó körbe el tudom hozzá juttatni a labdát, az már nekem jó. De vegyük azt, hogy hát, ha most sikerülne. Ahhoz viszont az kell, hogy odalépjek, felvegyem a labdát. Alapesetben ugye beszéltük, hárommal veszél fel a labdát, egy ork ott van, egy szellési zóna, akkor az hozzáad egyet, tehát négyel veszem fel a labdát. Ha innen akarok passzolni, az nehezebb, tehát valószínűleg el akarok onnan cselezni, és még menni egy pár mezőt, de ahhoz meg egy három pluszos cselezést kell bemutatnom, és mindezt újradobás nélkül. A labdafelvétel még nem is annyira gáz, 50%, úgyhogy van sure handsem, ugye? Sure handsem, tehát automatikusan újra dobja a labdafelvételt. Nézzük. 50%, hogy felveszi, nem is volt gond, elsőre felvette a labdát. Amitől igazán félek, ez a kicselezés. Egyesse, kettesse hibázza a kicselezést. Ha százalékosan néznéd, akkor 67%-ot látnál most. De hát igazából nem tudok más csinálni. Győzelemre akarok játszani. Nyom a cselezést, nem jött össze. Ugye egyest vagy kettes dobtam. Alul, ha megnézzük, hármast kellett volna dobni, és kettes dobtam, a páncélom nem tört. Most gyakorlatilag elég egyszerű dolga van Hemulnak. Utolsó körébe meg kell próbálni felvenni, és beszaladni az Ork Blitzerrel. Köszi a támogatást, Exterion. Megjegyeztem. Ban. Ugye 3 plusz, és valószínűleg megnyerte a mérkőzést. Ha 3 plusszal felveszi a blást, nem szabad egyet-kettőt dobni. Felvette. Simán bemegy. Touchdown. Ugye jön az újabb... Jön az újabb középkezdés. Ugye megint dobnak a játékosok, hogy ki az, aki hőgutát kaphatott, ki az, aki kifulladt a melegbe. Dobnak a KO-sok is. Ugye a KO... Ugye a KO-nál beszéltük azt, hogy ha nem beszéltük, akkor mondom. KO-ból ugye mindig középkezdés után, vagy középkezdés előtt lehet visszajönni a kiütött játékosnak. 50%-a van arra, hogy magához tér. Tehát itt van egy kiütött játékos, dobott, valahol látjuk is. Csak mondjuk hitre itt van. Ugye a KO-sok 50%-kal térnek magukhoz, tehát 4-5-6-tal. Az enyém dobott 2-t, nem tért magához, fekszik tovább. És az minden középkezdésnél megismétlődik, hogy a középkezdés vagy touchdown-nál van, vagy félidőnél van. Semmikor máskor nincs középkezdés. És most ugye még mindig tart ez a rohasztó, katyarohasztó meleg, ezért a játékosok dobtak, nálam 4 nem jön vissza erre, vagy nem jön fel vissza erre a középkezdésre, az orkoknál 1. Úgyhogy gyakorlatilag én 5 emberrel állok fel, még akármennyivel, de tök mindegy valószínűleg, mert utolsó köröm van, egy köröm van, nincs annyi mozgás, hogy beérjek. Úgyhogy... ütni fogom őket. Ja, nem még Hemul állít először. Írtózatosan megpofozom az összes orkot. Vagy nem. Egyetlen egy olyan középkezdés event van, amit már láttunk az elején, de elmehet két irányba is. Az elején, rögtön a meccs elején láttunk egy riotot. A riot azt jelenti, hogy a nézők berohannak a pályára, tehát egy szokásos magyar megye 2, ahol a bírónak sokáig tart, sok időbe telik rendet tenni, ezért a mérkőzés egy körre később kezdődik, tehát nem az első körbe kezdtünk, hanem a második körbe. Ugyanez a riot viszont eredményezheti azt, hogy az órát visszaállítják. Tehát elképzelhető az, hogy most egy riot következik, amiatt nem a 16. köröm következik, hanem a 15. Tehát ez működhet mind a két irányba. És ha a 15. köröm következik, akkor azt jelenti, hogy két köröm van, két kör alatt meg azért emberekkel is lehet touchdown szerezni. Tehát az az egyetlen egy dolog, ami nekem segíthet ebben a szituációban, hogy esetleg döntetlenre kihozzam ezt a mérkőzést. Blitz. Ez egy olyan dolog, amit nem nagyon szeretsz. A blitz az azt jelenti, hogy én, mint fogadó csapat, én kezdem a játékot, de
az ellenfél egy borzasztó nagy trükkel rendelkezik, ezért most az ő játékosai mozoghatnak, mindenki, aki nincs fogásban. Tehát az első három fogásban van, ők nem mozoghatnak, minden más játékosa viszont mozoghat, illetve teljesen úgy cselekedhet, mint egy köre lenne, blitzelhet. Ugye igazából az go for it-oznia is kell, hogy tudjon blitzelni, de hát mi veszíteni alója van, nincs több köre, ez gyakorlatilag egy ilyen bónusz mozgás neki. Kettő darab go for it, az első összejött, a második nem, úgyhogy elesett. Igazából megnézze az animációnál, úgy néz ki, hogy akit meg akar blitzelni, az attól kap egy pofont, de gyakorlatilag nem pofonttal esik el, hanem go for it-tól. Még egy fontos dolog, ugye aki touchdown szerzett, most valószínűleg nem látszik, mert barátságos meccset játszunk, és barátságos meccseknél nem látszanak a star player pontok, de aki touchdown-t vitt, az 3 star player pontot kap. A játékosoknak a star player pontjait itt látod alul, illetve meg tudod nézni a csapatlistán is. Az első szinthez, vagy bocsánat, a második szint megszerzéséhez, mert első szinten indul mindenki, második szint megszerzéséhez 6 star player pont kell, tehát hogyha egy touchdown vivőről van szó, akkor 2 touchdown kell vinni, és akkor következő szintre lép. Kezdem a szokásos dolgokkal, blokkolok, itt eleve 2 kocka, mert ugye ő nem tud ebbe a blokkba beleszólni, belesegíteni. Miért? Mert fogásban van. Egyik emberemnek a szellési zónájában van, ezért ő nem tud ebbe beleavatkozni. Az én emberem viszont igen, mert az ő szellési zónájában senki más ork nincs. Le is üdöttük. És nem lépek utána. Miért nem lépek utána? Azért, hogy ő majd itt maradva tudjon segíteni neki a blokkolásba. Így akkor mindjárt lett itt is egy 2 kockám, mert ő segít. Ők nem tudnak segíteni, mert ugye mind a ketten egymás szellési zónájában vannak. Őt is leütöttem. Akár utána lépek, akár nem. Ha ide lépek, akkor se lesz senkinek a szellési zónájában, mert ő feküdni fog. Tehát mondjuk utána is léphetek. Így mondjuk 2 kockám nincs. Miért nincs 2 kockám? Miért csak 1 kocka ez, mikor ez segít neki? Azért, mert ő ugye csak 2-es erejű. 2-es erejű a catcherem, az ellenfél 3-as erejű. Tehát hiába ad ő hozzá még egy erőt, attól még csak neki 3-as lesz az ereje, meg neki is 3-as az ereje, akkor az 1 kocka, tehát ide kell hoznom még egy catchert. Így viszont, ha már így akarok blokkolni, akkor ő is hozzáad egy erőt, meg ő is hozzá egy erőt, ez az erő hirtelen 4-es lesz, az ellenfélnek marad ugye a 3-as. Leütöm. Utána mehetnék, de nem akarok. És mi akkor akarok egy passzot dobni. Ugye a passz, fel kell vennem a labdát, 3 plusz, van biztos kezem, tehát 2-szer dobhatok, ha esetleg elsőre a 3 nem jön össze, akkor tudok újra dobni. Egy passzért 1 star player pont, tehát egy sikeres passzért. Tehát oda tudnám dobni a catcherömnek, akkor az 1 star player pontot eredményezne. 3-asra kellett volna felvenni a labdát, 3-ast is dobtam. Az embereknél, vagy 3-as ügyességnél a passz távolság általában úgy számolhatod, hogy 3 mezőnként nő. Tehát ebben a távolságban én 3 plusszal fog passzolni. Ha már ezen a távolságon kívül akarok passzolni, mondjuk ide, vagy ide, következő 3 mezőig, idáig, ez 4 plusz lesz. Tehát mondjuk én oda akarom dobni a labdát, akkor látod, kiírja 4 plusz. 4-et vagy annál többet kell dobnom, hogy elkapja, hogy eldobja oda a labdát. Van passzakértelmem, passzakértelmem ugyanolyan, mint a shorehands, csak passznál. Tehát ha első nem sikerül 4-et dobnom, akkor automatikusan újra dobja. Ahhoz, hogy ő elkapja, 3-at kell dobnia, de ugye neki meg van catch-e, majd meglátjuk. Ment a passz, ment az elkapás. 1 star player pont neki. Ugye most nem fogja kiírni, mert barátságos meccs, nem kap senki pont. De így ő kapott 1 star player pontot, 3-mal kellett volna oda dobni, vagy 4-je kellett volna oda dobni. Újra dobta, az 6-os lett, és 6-tal elkapta. Meccs vége, 1-0-ra kikaptam. Easy. Igazából ez az igazi játéktudás, amikor nem használok cheatet.
Úgyhogy gratulálom. Na nézzük, mit látunk itt a végén. Minden mérkőzés végén kapsz egy legjobb játékost. A legjobb játékost a Blood Bowl 2-ben véletlenszerűen sorsolja ki a gép. Utána te hozzáírhatod a saját történetedet, hogy miért. Ja, itt látunk ezen kettő sztárpontot, akkor csak számolja ez valamilyen szinten. De nulla. Ja, mondjuk lehet, hogy te már játszottál ezzel a csapattal, ugye? Igen. Ja, azért. Kettő star player pontja úgy lehet egy játékosnak, ugye, hogy vagy dobott két passzot, tudjuk egy passz az egy star player pont, vagy ha sérülést okoz valakinek. Ugye amit láttunk meccsen, hogy ténylegesen megsérült egy játékos, nem csak lement a pályára KO-val, hanem megjelent a piros kereszt, a vörös kereszt megjelent, levitte a pályáról. Egy olyan sérülésért kettő pont jár, független attól, hogy gyógyítják vagy nem gyógyítják. És ugye ilyen módon lehet gyakorlatilag star player pontokat szerezni, vagy passzolsz, vagy sérülést okozol, vagy touchdown-t viszel, vagy egy dobásba megpróbálsz közben nyúlni, és sikeresen közben nyúlsz. Tehát az ellenfél dob egy passz, vagy dobsz egy passzot, az egy star player pont. Ha az ellenfél dobásából el tudod venni a labdát, az kettő star player pont. Ha sérülést tudsz okozni az ellenfélnek, az kettő star player pont. Ha be tudsz vinni egy touchdown-t, az 3 star player pont, illetve itt a meccs végén, akik legjobb játékosok lettek, azok kapnak 5 star player pontot. Tehát ha azt nézzük, ez a játékos, mivel hogy korábban okozott egy sérülést és 2 star player pontja volt, most kapna rá 5-öt, így következő szintre lépne 7 star player ponttal. Tehát választhatna egy szakértelmet magának. Nálam legjobb játékos ugye az a line mellett, aki meghalt, de az orvos vissza tudta hozni, igazából annyi, hogy lába vagy darabot ki kellett műteni, de ettől függetlenül túlélte a mérkőzést. Lehet, hogy a bajnokság elején még pénzfüggő, lehet, hogy a bajnokság elején még megtartasz egy ilyet, de lehet, hogy nem. Azok a játékosok, akik igazából semmit nem tettek hozzá, nulla star player pontjuk van, ha meg is tartod, mondjuk a mínusz mozgás az még nem a legdurvább dolog. Azzal még egészen jól operál. Ha már nagyon kicsi az ereje, mint ahogy láttad, a kis erő az nagyon sokat számít a test-test elleni harcban, tehát a blokkolásban. Kettes erővel már nem nagyon akarod oda tenni egy lineman-t, nem nagyon oda akarsz tenni előre sehova, könnyen leütik, könnyen sérül. Kettes, tehát nálam sorrendben így van, ha csökken az ereje, biztos, hogy kuka. Ha csökken a páncélja, nagy valószínűséggel kuka. Ha csökken a mozgása, vagy az ügyessége, akkor kuka érett, de még lehet, hogy beteszem előre. Ugye háromat mindenképpen kötelező, amikor te védekezel, három játékos mindenképpen kötelező előreállítani. Azoknak, akinek csökkent a mozgása, vagy kisebb az ügyessége, előre rakjuk. Ez biztos, hogy nem veszi ki jól magát, hogyha néznek bennünket valamilyen ilyen disabled emberek. Ez nem arról szól, hogy én a disabled embereket előre küldöm az első sorba. Elnézést, ez egy játék. Ugye? Ennyi, és akkor ennyi volt a friendly match. Na! Ez nem tudom minek szól, de elnézést kérek. Tehát ennyi volt egy friendly match. Amennyiben ligában játsz, ugye ezt követően be tudsz menni a csapatodhoz, és megnézed a csapatodat, megnézed, hogy fejlődött-e valaki. Van egy olyan csapatom, ahol van itt egy. Mondjuk van egy csapatom, aki fejlődött, vagy ahol van egy fejlődött játékos. Ugye ez egy nagyon érdekes csapat, a Memento Mori. Van egy játékosom, aki fejlődött, 7 star player pontja van. Egy kis jelecskét látsz, mint ahogy láttad, hogy fejlődött, ide kattintva, mint itt látod is, tudod fejleszteni. Ráklikkelsz, dob neked egy kockát, bocsánat, 2-t is. No, miket tudsz felvenni? Ugye alapesetben itt azt mondja, hogy ami mellett nincs kocka, azt fel tudod venni, vagy abból tudsz válogatni. Kivéve, ha duplát dobsz. Ugye van olyan, ha 10-et, 11-et vagy 12-t dobsz a két kockával, akkor itt fölül megjelenik egy újabb kis fülecske, mint ez, és az lesz ott, hogy
karakterisztika, ha jól emlékszem. És akkor tudsz felvenni attól függ, hogy mit dobtál, plusz mozgást, plusz ügyességet, vagy plusz erőt, vagy plusz páncélt. Tehát a fő tulajdonságokat a játékba, a Blood Bowl 2-be csak így tudod növelni. Úgyhogy, de mondom, ahhoz 10-et, 11-et vagy 12-t kell dobnod a két kockával. Minden más esetben választhatsz abból a kategóriából, amit az adott faj, vagy az adott, nem csak az, hogy az adott faj, az adott fajon belül is az adott játékos típus, a blitzer, a dobó, a catcher fölvehet. És azt mindig úgy látod, hogy hol nincs kis kocka. Viszont, ha duplát dobsz, mint ahogy én most duplát dobtam, két egyes, két kettes, akkor viszont bármelyikből vehetsz fel. Bármelyikből. Ugye alapesetben én nem vehetnék fel erőt, de mivel, hogy duplát dobtam, én fölveszek egy nagy ütést neki, boom, nagyon jól jártam. És akkor ugye, amennyiben fejlődik a csapatod, fogod látni, hogy a fan faktora növekszik, amennyiben mérkőzést nyersz, a fan faktora nő, hát ha veszítesz, akkor megvan az esély, nem feltétlenül mindig nő, ha veszítesz, nem feltétlenül mindig csökken, de megvan rá az esély. És onnantól kezdve gyűlik a pénzed, majd ugye most nekem 70 ezeren van ezzel a csapattal, jönnek a következő meccsek, megpróbálják túlélni, akkor eldöntheted utána, elkezdheted menedzselni a játékosokat, játékost akarsz venni inkább, vagy egy újradobásra lenne szükséged, vagy gyógyítót. Ugye ezeknél nem lehet gyógyító ennél a csapatnál, miért? Nem élő hortakról beszélünk. Tehát itt ez ki van zárva. No. Ennyit terveztem én mára. Nem tudom, mennyire volt hasznos vagy nem hasznos. Remélem, van akinek valami segített.